idáig meglepő módon, de valószínűleg egy irányba gondolkodunk. Hogy ebben teljesen természetes evolúciós jelenségek voltak, csak vagy valami rásegítés is volt, azt, ahogy mondom, még a kiküldött szakértőbizottság se tudta eldönteni. Mi nem az orvosok intaktságát kérdőjeleztük meg, ezt szeretném világossá tenni. Egyetlen orvosnak a tisztességét, intaktságát nem kérdőjeleztük itt meg. A tudomány intaktságát kérdőjeleztük meg. Én elfogadom azt, hogy nem tudjuk a jelenlegi vakcináknak a hosszú távú hatását, mechanizmusát, de azért a vakcina mégiscsak arról híres, hogy az ember szervezetét megerősíti, valami ellen, tehát valamivel szemben ellenállóvá teszi. Tehát ez egészen elképesztő volt, hogy a magyar kormány gyakorlatilag gazdaságpolitikailag eladósította a következő generációt is, ahelyett, hogy ezeket a multikat megadóztatta volna. Ha nem tudjuk az eredetét valaminek, vagy az indokát, hogy miért van itt, kigyullad a ház, nem tudjuk még, hogy mitől, meg kitől, meg kinek az érdekébe, de azért a tüzet el kell kezdeni oltani. Tehát azt látjuk, hogy ennek a krízisnek kik a nyertesei, alapvetően globálisan a gazdagok a nyertesei, a gazdagok még gazdagabbak lettek az elmúlt másfél évben, miközben a legsérülékenyebb országok, legsérülékenyebb csoportjai kerültek egészen elborzasztó helyzetben. Köszöntöm az Egyetem TV nézőit a koronavírusról szóló vitánk második részében. Ma a járványkezelés morális aspektusairól, jogi és politikai kérdésköreiről, illetve az egészségügyi szempontokról lesz szó. Szeretném még az elején leszögezni, hogy nem egy szaktudományos vitáról lesz szó, illetve nem célunk az oltástagadás erősítése, illetve a félelemkeltés sem. Szeretném bemutatni a vendégeinket. Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnök helyettese. Dr. Dux László, orvos, a Biokémiai Intézet tanszékvezetője. Schiffer András, ügyvéd, volt országgyűlési képviselő. Illetve Bartók Csaba, a Szegedi Fidesz elnöke. Ugye két nagy morális dilemmáról beszélhetünk, hogy az egyik az én egészségem, az én döntésem, a másik pedig a másokért és az ország további működéséért is felelősek vagyunk. Úgyhogy először Schiffer Andrást kérdezném arról, hogy sokan érvelnek azzal, hogy az egyéni döntéshozatali jog ellen, hogy sokan ugye a jogaiknak az élharcosai, viszont hogyha a kötelességekről van szó, amellett már nem állnak ki annyira. Ebben a szempontrendszerben mennyire releváns ez, ebben a kérdéskörben? Először is én onnan kezdeném, hogy természetesen, soha nem is állítottam az ellenkezőjét, főként, hogy én magam is beoltattam magamat, háromszor is, hogy természetesen egy járványhelyzetben vannak közösségi érdekek, és a közösségi érdek, tehát az ember, többi ember jogainak az érvényesítése, az megkövetelhet jogkorlátozást a közösség egyes tagjai esetében. De hogy konkretizáljam a dolgot a jelenlegi konfliktusra, az államnak minden egyes kötelezésnél, járvány ide vagy oda, hiszen itt az emberi méltósághoz való jog szenved korlátozást, legalábbis ami, ha most itt konkrétan az oltási kötelezettségről beszélünk, el kell tudnia számolni a kötelezés, tehát a jogkorlátozás szükségességével és arányosságával. És miközben én magam meghoztam azt a döntést, hogy kisebb kockázatnak tartom a magam számára a vakcinát, mint a Covidot vakcina nélkül, miután nem itt Magyarországon, sehol a világon biztos információk a vakcinák hosszú távú hatásáról nincsenek, és ami itt Magyarországon is egy súlyos probléma. Azzal kapcsolatban a szakemberek, én nem vagyok szakember, mármint hogy virológus vagy, tudom én, orvos, de a szakemberek is, hát már bocsánat, de össze-vissza beszélnek azzal kapcsolatban, hogy az oltottság, az a fertőző képességet mennyiben csökkenti, biztos valamennyire csökkenti, de hogy mennyiben csökkenti. Innentől kezdve tehát, hogy a vakcinák hosszú távú élettani hatása nem kipróbált a Földön, és egymásnak ellentmondó szakmai információk, bizonytalan információk vannak azzal kapcsolatban, hogy az oltottság a fertőző képességet mennyiben csökkenti. Én azt gondolom, hogy főszabályként a oltási kötelezettséget ezért nem lehet előírni. László, mit gondol ilyen szempontból arról, hogy milyen hatása lenne az egyéni döntéshozatalnak? Akkor, hogyha ugye azért nyilvánvalóan a szaktekintélyeknek is ez egy fekete pálya. Én azt nem, hogy orvosetikai szempontból azért a
az alapvetés, és ez nem csak a Covid, meg nem csak a vakcinára, hanem azt mondjuk, hogy egy orvosi beavatkozásnak a kockázata nem lehet nagyobb, mint az elmaradásának a kockázata. Na most ez ebbe az esetben nyilvánvalóan egy egészen új helyzet elé állította az egész szakmát, orvostársadalmat. Milyen szempontból valószínűleg igaza van Schiffer úrnak, hogy sokan szakmai háttérrel a hátuk mögött elég gyorsan és elég határozott véleményeket mondtak, holott sokkal kevesebbet tudtunk, főleg a tavalyi év során erről a vírusról, meg a járványról, mint amit általában tudunk a járványokról. Azért közben eltelt másfél esztendő, és azért az alatt nagyon sok tapasztalat született. A vakcináknak a rövid távú hatása, kockázata az egyértelműen mondható, hogy az semmiképpen se nagyobb, mint a elmaradásának a kockázata. A hosszú távú hatások az egy jó kérdés, de ha abból indulunk ki, hogy azért biológiai teremtett lények vagyunk, és a várható élettartamunk azért az egészen széles határok között változik, tehát nem lehet tudni nagyon sok más terápiás beavatkozásnak is, hogy második, harmadik generációban milyen hatása van. Ilyet láttunk mondjuk örökletes anyagcserebetegségeknél, ahol sikeres terápiával megmentettek egy generációt, és egy generáció múlva károsodott gyermekek születtek, mert időközben az anyai fenilketonúria, ezt tanítjuk, ez tananyagként létezik. Tehát a hosszú távú hatásokról, kockázatokról nyilvánvalóan egy ilyen hirtelen, világszerte sokként jelentkező járványnál nyilvánvalóan nem állhattak rendelkezésre megfelelő információk. Egyébként tehát a járványoknak a dinamikájáról tudjuk, hogy általában a legdurvább fertőző ágens, ebbe az esetben a vírus, támadja meg a leggyengébb szervezeteket. És hát ez az idősebb, meg másodlagos betegségtől szenvedő egyéneknek a magasabb halandóságában megmutatkozott. A vírus normálisan egyre gyöngébb lesz, és egyre ellenállóbb szervezetekkel találkozik, és valahol a kettő kiegyenlítődik. Igaz, hogy erre volt példa állatgyógyászatban. Látunk ilyet, hogy például az ausztrál nyúlpopulációnak a fele kihalt, mire egy vírussal egyensúlyba került. Tehát az emberi gyógyászatban ez nyilván egy elfogadhatatlan dolog. Én csak azt szerettem volna ezzel alátámasztani, hogy jóval nagyobb, mondjuk így, megértéssel kell viszonyulni azok iránt is, akik azt mondták, hogy nagy a baj, nem tudjuk, hogy még mekkora baj lesz, és ennek ha az elhárítására van valamilyen esély, akkor azt meg kell próbálni. Igen, még maradva a morális problémáknál, Csaba, ugye a kormány egyértelműen az mellett kampányol, hogy másokért is felelősek vagyunk, illetve az ország további működéséért is. Viszont alapvetően ugye nem teszi kötelezővé az oltást, illetve jelenleg nem is korlátozza annyira az oltatlanokat. Jogi, morális, egészségügyi vagy politikai szempontok dominálnak általában a döntéshozatalnál. Én úgy gondolom, hogy ez a három körülbelül. Hát nyilvánvalóan van, aki szelet fog ebben a vitorlában, amellett, hogy mellette kampányoljon, és természetesen vannak olyanok, akik ellene kampányolnak, és ebből próbálnak valamiféle politikai hasznot, előnyt húzni. És hát természetesen az emberi szabadság, mint olyan, annak a tényezője ebben a világban. Én picit egyszerűbben, ugye maga a dilemma kérdése, tehát hogy van vagy nincs. Ugye először is el kell dönteni, hogy tudomást veszünk róla, hogy van közöttünk ez a vírus, ez a pandémia, vagy nincs. Ha nincs, akkor gyakorlatilag nem tudunk miről beszélni, hogyha ezt állítják többen. Ha van, akkor meg természetesen meg kell vizsgálni, hogy kinek mi a felelőssége benne. Én azt gondolom, hogy társadalmakat ma jelen pillanatban vezetnek. Legyen az polgármester, legyen az országgyűlési képviselő, parlament, állam, kormány, és hát természetesen ne hagyjuk ki belőlük ott az ember után fölött, mindjárt ott vannak az orvosok. Én azt gondolom, hogy a világon és a világ nyugati felében, talán a fejlettebb felében elég sok ember foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Ha ők egyöntetően állítják, hogy ez veszélyes, és ezért kell valamit tenni, akkor szerintem erre lépni kell. Tehát egy felelős kormány, egy felelős politikai döntéshozó erre azért reagál.
Aztán, hogy ez milyen mértékű kötelezővé teszi, vagy csak részben teszi kötelezővé, megadja az egyéni felelősséget és döntés lehetőségét, ez mindenkinek azt gondolom, hogy a tanácsadói, illetve hát a baj nagyságának az észlelői tudják ezt meghatározni, meghatározzanak folyamatosan, mert ugye amióta velünk van ez a pandémia lassan 2 éve, azért folyamatosan egyre változó szigorítások, szabályzatok, kötelezettségek, stb. Hárulnak ránk, mint állampolgárokra. Ameddig van természetesen kiskapu, tehát ameddig figyelembe tudják venni, a jogalkotó figyelembe tudja venni azt, hogy valaki ezt tagadja, vagy ellenáll neki, nem szeretné, fél tőle, addig természetesen ez a oldal is maximálisan akceptálható. Aztán, ha eljön az a pillanat, amikor már erre nem lesz lehetőség, akkor meg nekik kell akceptálni, hogy a döntéshozók, és itt nyilvánvalóan az orvosok, kutatók, biológusok, virológusok, és aztán utána pedig nyilván a politikum, ha rákényszerül egy ilyen döntésre, akkor ezt meg nekik kell tudomásul venni. Na, Mi Hazánk mozgalom ugye alapvetően az egyéni döntéshozatali jogokat hirdeti. Hogyha Mi Hazánk mozgalom lenne hatalmon, és úgy kellene döntéseket hozniuk, akkor is ugyanezt hirdetnék, és akkor milyen lépéseket hoznának? Természetesen, hát nem függ, az ember az egyéni meggyőződése alapján alakítja ki a politikai álláspontját jó esetben, és ránk ez abszolút igaz, tehát sok olyan kérdést is felvállaltunk egyébként, ami mondjuk politikailag nem népszerű. Azért itt az oltatlan kérdéskörben felhívnám a figyelmet arra is, hogy a lezárásoknak is vannak következményei. És hogyha arról beszélünk, hogy az ember élet és az életévek össztársadalmi szempontból, vetületben azok, amelyek minden érték fölött állnak, akkor azt kell megvizsgálnunk, hogy azok a lezárások, amelyekkel mind a 10 millióan éltünk, meg élünk is hosszú ideje, azok nem követelnek-e meg több ember élet évet, mint amennyit egyébként ezeknek a lezárásoknak a következményeként meg tudunk menteni. És hogyha erről lenne egy értelmes vita Magyarországon, az rendkívül mértékben előmozdítaná egyébként a közbizalmat az egész kérdéskörrel kapcsolatban. Tehát mennyi életévbe kerülnek azok az elmaradt szűrővizsgálatok, egészségügyi beavatkozások, amelyeket nem végeztek el Magyarországon a nem covidos betegekkel kapcsolatban. Én tudok olyan 44 éves édes apáról, aki ezek elmaradása miatt veszítette életét, és egy 12 éves és egy 6 éves kislány itt maradt fél árván, azért, mert az egészségügyi szűrővizsgálatát az édesapjuknak nem végezték el. Mennyi életévbe kerül az, hogy gyakorlatilag 1.200.000 gyerek nem volt testnevelés órája körülbelül másfél éven keresztül. Az a mozgásszegény életmód, amelyeket ezek a korlátozások előidéztek. Vannak olyan becslések, ami alapján minden egyes magyar állampolgár átlagosan 5 kg-mal hízott el a lezárások időszaka alatt, ami azt jelenti, hogy 10 millió emberre vetítve ez 50 millió kilogramm túlsúlyt jelent. Ez életévekben mérhető veszteséget jelent össztársadalminak. Tehát, hogyha erről beszélünk, hogy mik azok az intézkedések, amelyek akár oltatlanokkal, akár oltottakkal kapcsolatban jogosak, akkor erről kell beszélnünk, hogy életéveket mentünk-e összességében, vagy pedig életéveket veszítünk. Persze politikailag az, hogy mondjuk egy most 8-10 éves gyerek emiatt majd kevesebb ideig fog élni, és nem 83 vagy 81 éves, hanem 81 éves korában fog meghalni, az ugye senki nem fogja tudni kimutatni akkor, hogy ez miért történt, hogy ez annak a következménye. Nem beszélve az öngyilkosságok számáról, amelyek soha nem voltak olyan, amely soha nem volt olyan magas Magyarországon, és ezt még Gulyás Gergely is elismerte, hogy egyértelműen a lezárásoknak tulajdonítható, ahogyan azok a mentális betegségek a fiatalok körében, amelyek szintén soha nem látott magasságokban emelkedtek, tehát ez mind-mind a következménye, a társadalmi következménye, egészségkárosodást okozó következménye azoknak a lezárásoknak, amelyeket itt az elmúlt másfél évben el kellett szenvednünk. És magára az oltásra térve, és akkor befejezem a gondolatmenetemet, azért azt ne felejtsük el, hogy mind a kormány politikusai, mind a kormány által előszeretettel megszólaltatott szakemberek részéről olyan állítások hangzottak el az oltások hatásaival kapcsolatban, amelyek nem bizonyultak igaznak. Tehát még ebben az évben Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta, hogy akit beoltanak, az nem kaphatja el a vírust, és nem is adhatja tovább a vírust. És ennek a tudatában,
Ennek a tudatában hozott meg a kormány intézkedéseket, lezárásokat, diszkriminációt az oltatlanokkal szemben. Ugye Orbán Viktor személyesen azt mondta, hogy ha az oltás egy golyóálló mellény, és aki beoltatja magát, arról lepattan a vírus, és ha mindannyian beoltatjuk magunkat, akkor majd nem lesz kit megtámadjon a vírus, és megszűnik az egész Covid Magyarországon, ahogyan egyébként ezt Merkeli Béla is mondta, hogy 2022-ben nem lesz Covid Magyarországon, mert már májusban ő azt mondta, olyan magas volt az átoltottság, hogy nem tud egyszerűen célt találni magának, és 5-6 milliós oltás számra vonatkoztatva egyébként mind Rusvai Miklós, mind Szlávik János, mind Merkeli Béla azt mondta, hogy nyájimmunitás lesz, hogyha ezt a számot elérjük. Aztán most már Müller Cecília 2-3 hete azt mondta a Kossuth Rádióban, hogy nem lesz olyan átoltottság, hogy itt nyájimmunitás alakuljon ki, legfeljebb egyéni védelemről beszélhetünk. De számos olyan állítás hangzott el, amelyeket tényként közöltek az emberekkel az oltásokra vonatkozóan, és nem bizonyultak igaznak. Most ilyen oltások vonatkozásában ezt kötelezővé tenni szerintem rendkívüli mértékben aggályos. És még két aspektusra felhívnám a figyelmet. Rengeteg olyan tényező van az emberek életében, amely egészségkárosodáshoz vezet. Ugye mióta Magyarországon megjelent a koronavírus, azóta dohányzással összefüggésbe hozható betegségekben többen veszítették életüket, mint koronavírussal, mert ugye ebbe is belemehetünk, hogy ténylegesen az-e a halálok, amikor valaki szintén idős, többszörös krónikus beteg ember, aki épp koronavírus fertőzéssel hal meg, de hogyha minden covidos beteget vagy halálesetet covid halálesetnek tekintünk is, akkor is többen vannak, akik a dohányzás okozta megbetegedésekben veszítik életüket. Még sincs az, hogy naponta bemondják a híradókban, hogy dohányzás okozta betegségekben ennyien veszítették életüket, és még sincsen az, hogy a dohányosokat így úgy megbélyegzik, és azt mondják, hogy a dohányosok mások életét is veszélyeztetik, meg hasonlók, de említhetném egyébként az abortuszt is, tehát az is több magzati életkorú gyermek veszítette életét másfél év alatt abortusz áldozataként, mint koronavírusos beteg. Tehát hogyha az egészségügyi kockázatot, vagy a közvetlen életveszélyt jelentő számokat nézzük meg, akkor sem a koronavírus az, amely mondjuk az első helyen áll Magyarországon. Én a pszichés hatásokra térnék vissza, úgy látom, András, hogy ön eléggé egyetért Dórával. Mennyire van elbagatelizálva ön szerint a pszichés hatásokra való reflektálás, ami a járványkezelést illeti? Nyilván nem vagyok én pszichiáter vagy szociálpszichológus, de valóban, hogyha itt a korlátozásokat tágítjuk a lezárások irányába, hogy ezt a Dóra megtette, akkor csak arra utalnék vissza, hogy a szükségesség-arányosság követelményét természetesen még egy maszkviselési kötelezettség előírásánál, vagy például a kontaktoktatás korlátozásánál is, és akkor most a normál egészségügyi ellátó, járóbetegellátó rendszer korlátozására ki sem térnék, vizsgálni kell. Tehát valóban azok a szempontok, amiket a Dóra felvetett, hogy hány ember életet követel, egyszer meg nem csak Magyarországon, a még oly fejlett és csodált német egészségügyi rendszerben is a járóbetegellátás leállása tavaly megbecsülhetetlen, hogy hány ember életébe került. Tehát ezt is mérlegre kell tenni, amikor bármilyen, tehát valóban, ha nem csak oltásokról beszélünk, szintén a szükségesség-arányosság tesztjét el kell végezni, és igen, ott a pszichológiai hatásoknak is szerepük van. Viszont azért itt egy-két dologra kénytelen vagyok reagálni. Tehát még egyszer azt szeretném rögzíteni, hogy ami korlátozást a oltási kötelezettségtől egészen a legenyhébb, tehát a maszkviselésig vagy a távolságtartásig bezárulnak, indokolhat, az nézetem szerint két ok. Az egyik, hogyha van tudásunk arról, hogy a maszk, oltás és a többi valóban radikálisan a fertőző képességet csökkenti vagy megszünteti, szélső példát mondok, amiről már bebizonyosodott, hogy nem igaz, tehát hogyha igaz lenne, hogyan a Dóra a kormányt idézte annó, még a fél évvel ezelőtti kormányt, hogy aki oltott nem kapja el és nem is tudja továbbadni, akkor azt mondom, hogy még ha kockázatos is egy kísérleti vakcinát előírni kötelezően, de valóban akkor általános oltási kötelezettséget is elő lehetne írni. Na de hát ezt pontosan tudjuk, hogy nem igaz. A másik a fertőzőképesség mellett, tehát a fertőzőképességi érv mellett a másik az az egészségügyi ellátórendszer teherbíró képessége.
Itt viszont valóban azzal is kalkulálni kell, hogy túl azon, hogyha túl sok ember az egészségügyi személyzetből ágynak dől, akkor leáll az egészségügyi ellátórendszer. Azzal is kalkulálni kell, hogy vannak más szegmensei is a magyar egészségügynek a Covid ellátáson kívül, amik életeket menthetnek. És ezekkel mi van? Viszont sem gazdasági érv nincsen. Nem lehet olyan legitim gazdasági érv, ami alapján bárkinek az emberi méltóságát korlátozni lehetne, tehát kényszer oltani. Kettő, saját magával szemben egy demokratikus állam nem védhet meg magától senkit. Tehát az nem érv, hogy én a te életedet szeretném megmenteni, mert való igaz, az már egy filozófiai, de nagyon súlyos filozófiai kérdés, amit a Dóra felvetett, hogy egyébként mi végre az élet. Tehát lehet, hogy meghosszabbítják pár hónappal, pár évvel, akár az én életemet is, mert nem leszek covidos, de másik oldalon meg lehet, hogy sokkal többel megrövidítik akár az enyémet is, másét is, soha nem fogjuk tudni a pontos egyenleget, éppen hogy a lezárások nem csak pszichológiai, konkrét orvosi hatásai miatt. És az, hogy nincsen kötelező oltás, ez nem igaz. Van oltási kötelezettség Magyarországon, csak hogy a magyar kormány ezt rendkívül sunyi, alamuszi, neoliberális módon vezeti be. Tudnélik, a világon nem csak úgy lehet kötelezni ma valakit, hogy ha nem teszed meg, akkor megbüntetlek, tömlődsz, bevetlek, megbilincsellek, vagy erőszakkal beléd vágom a szurit. Az is egy oltási kényszer, egy oltási kötelezettség, hogy egy munkavállalónak a béralkó pozícióját megsemmisítem. Tehát, hogyha téged kivágnak az utcára, akkor nem fogsz tudni alkudni, még ha munkaerő hiány is van ugye a magyar nemzetgazdaságban, nem fogsz tudni alkudni, mert egy oltatlannak nincs béralkó pozíciója. Na most ezt a béralkó pozíciót nem egyik másik cég vagy tankerületi vezető semmisíti meg, hanem a magyar kormány a rendeletével. Nem bírságokon, nem börtönéveken keresztül, hanem a béralkó pozíció megszüntetésén keresztül kötelezi a munkavállalókat ma oltakozásra a kormány. Tehát hagyjuk azt a sunyi szöveget, hogy nincsen oltási kötelezettség, van oltási kötelezettség Magyarországon. És még egy, amit Dux professzor úrnak egy mondatát, én remélem, hogy jól idézem, hogy orvosok állítják, hogy veszélyes, és ezt fogadjuk el. Higgy el, hogy én erre nagyon hajlok. Én nem tudom, én gyakorló hipohonderként is, én nagyon szeretek hinni az orvosokba, meg az orvostudományba. Egyetlen egy apró probléma van, hogy a tudományt, és természetesen nem csak az orvostudományt, a nagy cégek, a nagy profit túlságosan behálózta ma már a világon. Tehát akkor, amikor az Európai Bizottsággal szerződő cégeknek van pofájuk kitakart szerződési szövegeket odaadni a választott európai parlamenti képviselőknek, és jegyzem meg, nem emlékszem arra, hogy akár csak a kormánypárti, tehát fideszes képviselők tiltakoztak volna miatt a megalázó bánásmód miatt Brüsszelben, mert egyébként nagyon bátrak Brüsszellel szemben, akkor nincsen bizalom. És itt a bizalom pontosan egy veszélyhelyzetben egy kardinális kérdés. Hogyan bízzak akkor meg a tudományba? Eleve kizárja a felelősségvállalást a hosszú távú kockázatokért, de még a választott képviselőimnek se ad egyértelmű, nem ad átlátható, transzparens szerződési szövegeket, akkor kibe bízzak? Erre azt hiszem, hogy reflektálnom kell. Én azért azt mondom, ne tegyünk úgy, mintha a járványtan és a járványok azok a Covid-dal kezdődtek volna. Tehát azért az emberiség civilizációjába évszázadokra visszamenőleg látjuk azt, hogy a járványok kezelésébe, akár az, hogy 40 napra bezárnak valakit. Ott a Nyimesi völgynek a bejáratánál ott van egy rom épület, ami tulajdonképpen egy karantén épület volt, amit azért építeti, aki kelet felül jött be a régi Magyarországra, azt oda 40 napra be kellett csukni, és az volt az instrukció, hogy aki onnan előbb kijön, vagy nem akar oda bemenni, azt üssék agyon. Tehát itt azért a járványoknak a kezelésének a tradíciója azért az, mondjuk ezért az messze nem az egyéni szabadságjogoknak a respektálásáról szól. Szerencsére ezen azért messze túllépett a társadalomnak a fejlődése. A Covid ilyen szempontból talán azért novum, mert ez talán az első olyan komoly világjárvány, ami már az internetnek, meg a mindenféle elektronikus médiának a korába
zajlik ennek mindenféle hátrányával. Az, amit a multi cégeknek az esetleges másodlagos, harmadlagos érdekeivel kapcsolatban mondott egyébként, azt én nem tudom vitatni. Itt azért az orvosi szakmának az integritása az biztosan, hogy egy fontos tényező, amin dolgozunk, és hát ez a, akik orvosokat képezünk, ez az egyik feladatunk. És én azért látom a saját hallgatóinkat is már másodéves koruktól kezdve kivezénylik őket a COVID-osztályra, az ápolókat, a kollégákat. Tehát én azt mondom, hogy tényleg egy emberfeletti dolog, amit ők megtesznek. El tudok hinni olyat is, hogy más ellátási formákban esetleg valami késedelem vagy hozzáférési gond emiatt kialakul. Most azt mondanám, hogy az első hullám az a mai szemünkkel vagy eszünkkel az szinte nem is volt hullám, mert tényleg azt mondjuk, hogy egy átlag napon Magyarországon körülbelül 400-500 ember meghal. Balesettől kezdve időskorig minden. Tehát ott az nem észrevehető a halálozási statisztikában az első hullám. Második, harmadik hullám az már jelentősen megjelent a halálozási statisztikában. Itt lenne még egy kérdésem erre reflektálva, hogy mennyire legitim az, hogy a koronavírusnál felülírja ezeket az egészségügyi ellátásokat, mert ilyen példám, tehát ilyen ilyet én is átéltem, hogy rákszűrésre mentem el, és úgy leszidott az orvos, hogy azóta is átgondolom, hogy erre merjek-e többet menni. Jó, itt nyilvánvalóan vannak olyan óvatosság intézkedések, hogy az egészségügyi intézmény mint egy lehetséges fertőző forrás, oda be ne tegye a lábát az, aki még nem covidos. Tehát itt lehet ilyen vadhajtásokat találni, tehát ugyanakkor most visszamegyünk egy kicsit időbe, azt mondom a BCG oltás. Nem hallottam egyetlen egy szülőt vagy felnőttet, hogy az emberi jogainak a meggyalázásaként mondja, hogy még a szülészeti osztályról való hazadás előtt, de közben nem lett morbus hungaricus, a tuberkulózis. Ott van a járványos gyermekbénulás. Én az a korosztály vagyok, aki éppen beleeshetett volna ebbe a fertőzésbe. Még mindig élnek kortársaim a László kórházba, akik 10 éves kisiskolás koruk óta vastüdőbe vannak. Időnként egyébként az augusztus 20-i Szentjobb körmeneten szokták a őket gondozó nővérek körbe tolni és ilyen ballonnal lélegeztetni. Tehát ha ezt nézi az ember, az, hogy az egészségügy és az egészségügyi döntéshozók esetleg a nemzetközi pánikreakciókra, azért ott voltak az észak-olaszországi városok, ahol sorba álltak a katonai teherautók és szállították koporsókat, valószínűleg éppen olyan éles és mondjuk így ellenséges kritikát kaptak bizonyos szakmacsoportok részéről az, hogy őket már miért nem oltják. Ugyanazok a csoportok, akik most meg azért mennek az utcára, hogy miért akarják őket beoltani. Ha jól láttam, akkor szeretném. Én is szeretnék. Köszönöm. Csak kapcsolódva ahhoz, amit András a tudományról és az óriás cégeknek az összefonódásáról mondott, azért ez egy rendkívül fontos aspektus. Sőt, én azt tapasztalom, és hozzám tucatjával érkeznek olyan jelzések állampolgároktól, hogy az oltások mellékhatásait vagy egy laikus számára olyan eseteknek tűnő történéseket, amelyet ők nem tudnak máshoz kötni, csak az oltáshoz. Mondjuk az oltás követő fél napon, egy napon belül történik haláleset, és ez tucatjával történik. Vagy olyan problémák jelentkeznek az oltás után az embereknél, amelyek előtte soha, és nem is feltétlenül légzőszervi problémákról van szó, hogy ezekkel kapcsolatban ők falakba ütköznek az egészségügyben. És ez egy nagyon-nagyon fontos aspektus, hogy azok, akik oltás károsultak, és az oltások mellékhatásai, amelyekkel kapcsolatban egyébként szintén nincsen őszinte párbeszéd Magyarországon, tehát megbélyegzik azokat, akik azt mondják, hogy ők az oltás mellékhatásaként szenvedtek egészségkárosodást, és nem, egyszerűen nem látják el őket, nem foglalkoznak el ők, több tucat ilyen konkrét esetről tudok, vagy cinikusan állnak hozzájuk. Tehát, hogyha az oltásról egy őszinte, teljes körű információt kapnának az emberek, és ezeket az eseteket is feltárnánk, és ez egyébként a politika felelőssége elsődlegesen, hogy nyitott-e arra az egészségügyi rendszer és a politikum, hogy valós képet kapjunk az oltások mellékhatásairól. Egy évvel ezelőtt Merkel Ibél azt is mondta, hogy legfeljebb 1-2 napig tartó mellékhatások észlelhetők az oltásokat követően, és most már látjuk, hogy ez nem így van. Tehát rengeteg olyan
problémáról tudok, én magam is, amely ránézés az oltásokkal összefüggésben jelentkező, de nincsen arra nyitottság az egészségügyi rendszerben, pont azért, mert elhallgattatják, megbélyegzik azokat az orvosokat is, akik egyébként ezzel őszintén foglalkoznának, és ez is annak a kommunikációs terrornak a része, amiben egyébként az oltást terültető óriás cégek és a kormány együtt vesz részt. Igen. Csak annyival egészíteném ki, és akkor hát, ha erre is Bartók úr reagál majd, hogy amit Dux professzor úr említett itt a BCG például, ez számtalanszor előjönnek, persze. Nem csak én ismerem el, a 2007-es alkotmánybírósági határozat is elismerte, hogy az államnak természetesen általában véve van lehetősége oltási kötelezettséget előírni. Persze, ezt én magam sem vitatom. Tehát ez egy alkotmányosan megléphető lépés az államtól. Csak van egy óriási különbség a BCG oltási kötelezettség és a jelenlegi Covid vakcinák között. Ezek a vakcinák itt Magyarországon, illetve az Európai Unióban jelenleg is még veszélyhelyzeti vakcinák, miközben a BCG-t úgy írták elő kötelezőnek, hogy legalábbis a tudomány akkori állása szerint pontosan lehetett prognosztizálni a várható kockázatokat és mellékhatásokat. Most igazából, hogy a reklámot idézem, nincs orvosom, gyógyszerészem, aki nekem pontos felvilágosítást tud adni ezeknek a vakcináknak a várható mellékhatásáról. Nem is várható el, hiszen gyakorlatilag kipróbálás alatt vannak, nem Magyarországon, az egész világon. Az amerikaiakkal az a szabályozás miatt ugye könnyen kiadják a végleges engedélyt, de talán nem kéne ezt az utat követni. Arra próbáltam rá felhívni a figyelmet, hogy akkor, tehát nem lehet összehasonlítani már kipróbált a tudomány állása szerint jól prognosztizálható hatásmechanizmussal bíró vakcina kötelezettséget a veszélyhelyzeti vakcinák kötelező előírásával. Ennyi. És ha már ezt meglépi, vagy bizonyos szegmensekben, egészségügyben másút, vagy munkáltatók meglépik, hogy előírják ugye a kormány szabad jelzése miatt az oltási kötelezettséget, az a minimum, hogy a kormány vállalja azt, hogy akinél viszont igazolhatóan, és az se egyszerű, hogy valaki igazolja, ha valakinél igazoltan mellékhatás, károsodás, ne adj Isten, haláleset történik, lép föl valami károsodás, akkor bizony az állam kártalanítsa a vakcina károsultakat. Mondom ezt úgy, hogy én meg vagyok arról győződve, hogy az emberek többségénél nincsen különösebb mellékhatás, nálam sem volt. De még egyszer, ha már ezzel játszunk, ami szerintem nem megalapozott, hogy bizonyos szektorokban oltási kötelezettséget ír elő, sőt, burkolt súnyi módon általános oltási kötelezettséget ír elő a magyar állam a munkavállalók esetében, akkor az a minimum, hogy a magyar állam, ha már a nagy cégek nem állnak helyt, és ebbe a magyar kormány belemegy Brüsszelbe is, hogy von der Leyen ilyen szerződéseket kössön az európaiak kontójára, akkor a magyar állam vállalja a felelősséget, és álljon helyt pénzügyileg. A másik, professzor úr említette, hogy milyen képek voltak tavaly Olaszországban. Szerintem ezt olyan nagyon ne feszegessük, mert itt a magyar médiában is azért kiderült néhány furcsa dolog. Volt magyar televíziós csatorna, amelyik átvett ilyen fotókat, mondván, hogy már Amerikában is micsoda rémületes látvány van, kiderült, hogy valami nem fordítva az amerikait, és az olasz cserélték össze. Én csak arra szeretnék rávilágítani, hogy főleg tavaly tavasszal elképesztő tömegmédia manipuláció folyt az egész globuson. Csak egy-két adat. Olyan képek jelentek meg tavaly tavasszal, hogy New Yorkban ilyen veszélyhelyzeti, rendkívüli sírhelyeket, temetőt kellett megnyitni. New Yorkba. Hogyha megnézik a mortalitás New York államban, még csak nem is a városban, egyszerűen nem reális, hogy egy ilyen fejlettségű és kapacitású országban a temetők nem bírták volna el a halottak számát. Guayaquil, sok milliós ekvádori város, és állítólag az utcán hevertek a koporsók. Miközben szintén én megnéztem az ekvádori mortalitási adatokat, nem volt igazán valószínűsíthető, hogy ez indokolta volna. Hál' Istennek például Magyarországon ilyen jelenetek nem voltak. Én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy miközben van egy valóságos globális járványhelyzet, szerintem egyikünknek sincs esze ágába se tagadni, azt sem vitatjuk, hogy pont azért vagyunk szörnyű helyzetben, mert a tudomány sem tudja pontosan, hogy magának a vírusnak mi a hosszú távú élettani kihatása, még hogyha túl is éli ugye valaki. Eközben, ha én említettem azt, hogy a tudománynak is bizalmat kell ébresztenie,
a médiát, és nem pusztán a magyarról beszélek, a globális média a hisztéria keltésben nagy mértékben rombolta a közbizalmat az egész világon. Igen, Csabának adnám át a szót mindjárt, csak ugye ez szerintem nagyon fontos, hogy ugye a média miket közöl. És az, hogy mit gondol arról, hogy mennyire volt megfelelő a kormány médiának a hiteles közlése a témáról, mivel probléma itt az is, hogy sokan úgy döntenek, hogy amit látnak a környezetükben, amit látnak a közösségi médiában, amit látnak a plakátokon, vannak, akiknek csak az oltásokkal kapcsolatban vannak negatív észrevételei, vannak, akiknek pedig a vírussal kapcsolatban is. Én úgy gondolom, hogy ahányan vagyunk itt Magyarországon és a Földön is mind különbözőek vagyunk. Valakinek fontos az, hogy mit lát a tévében, egyrészt attól függ, hogy melyik tévét nézi persze, a másikokat meg nem érdekel, nem megy be. A másiknak a szomszéda fontos, a harmadiknak a kocsmában, elhangzott a negyediknek a házi orvos, a haver, a barát. Szerintem rengeteg helyről jön az információ, elképesztő mennyiségű városi legenda járja körül a környezetünket, kis országunkat, vagy a nagyvilágot. Hát, hogy őszinte legyek, én is látom, olvasok, nem csak azt mondom, hogy az én ideológiám vagy gondolkodásomhoz hasonló vagy közel álló dolgokat, hanem annak a totális ellenkezőjét is természetesen. Zavaró egyébként, tehát hogy ebben tisztán látni és így megmondani a tutit, hogy merre kell menni, mit kell csinálni, hogy kell csinálni, azért ez nem egyszerű dolog. Én úgy gondolom, hogy ahogy... Nem is feltétlenül az a probléma, hogy azt kell megmondani, hogy mit kell csinálni, hanem hogy a hiteles kommunikáció mennyire van meg, vagy maradt el. Hát én úgy gondolom, és az első monológomhoz folytatólagosan hozzátenném, hogy tehát itt az a bizalom kérdése. Ha valakinek van bizalma egy kormány irányt, egy orvos irányt, egy házi orvos irányt, az orvostudomány irányt, elhiszem azt, hogy vannak olyan orvosok, akiket bizonyos anyagi érdekek és nagy multi dolgok vezérelnek. De én úgy gondolom, hogy az orvos társadalom nagyobb része korrekt, tisztességesen végzi a munkáját. Úgy gondolom, hogy a politikának is a nagyobb része tisztességesen, becsületesen végzi a munkáját. Tehát, hogy azért bizalomnak kell lenni a világban. Tehát, hogyha én nem bízok... Bocsánat, ha valakinek ma fáj a torka, és mit tudom én, torokgyulladása van, akkor mit csinál? Egyrészt fájdalomcsillapítót szed be, adott esetben antibiotikumot ír föl neki az orvos. De gyakorlatilag olyan eszközökhöz nyúl, és itt a professzor úr majd kiavít, hogyha valamit rosszul mondok így orvosilag. Tehát ugye olyan eszközöket szedünk be, amelyek, vagy olyan gyógyszereket szedünk be, amivel a szervezetünk normális védekező és ellenálló képességét gyengítjük, azaz az orvosság meggyógyítja azt, ami bennünk van, tehát kijavítja. Ezzel szemben én elfogadom azt, hogy nem tudjuk a jelenlegi vakcináknak a hosszú távú hatását, mechanizmusát, de azért a vakcina mégiscsak arról híres, hogy az ember szervezetét megerősíti, tehát valamivel szemben ellenállóvá teszi. Én úgy gondolom, hogy egyfajta hit nélkül az élet nem létezik. Tehát hiszek a feleségembe, hiszek a gyerekembe, hiszek az Istenbe, hiszek valamiben, tehát nyilván hiszek az orvoshoz. Eddig is, ha bajom volt, hova fordultam? Az orvoshoz, a klinikára, a olyan helyekre, ahol biztos választ kaptam. Nagyságrendileg általában meg tudtuk oldani a feladatokat. Hát most is ugyanez van. Tehát értem én, hogy rengeteg pro és kontra ér van, és a képviselőasszony képviselőrat megértem ezekkel a problémákkal, csak hogy ugye jelen pillanatban, ha tetszik, hanem ez egy kisebbségi álláspont, a világban is kisebbségi álláspont, ami mi van, ha nem igaz, mi van, ha ilyen hatása van, olyan hatása van. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a világban azért az emberek jellemzően bíznak az orvosokban és az országok vezetőiben, abban, hogy igazából jót akarnak az emberiségnek. Tehát, hogy ne abból induljunk ki, hogy mindenkit el akarnak tenni lába alól, tehát, hogy azért, vagy beteggé akarnak tenni. Tehát én szerintem maga a megközelítése a témának is rossz ilyen szempontból. Bocsánat, erre reagálnék, ne haragudjon. Egyrészt azért az egy rendkívül nagy probléma, hogy abban úgy látom, akkor egyetértünk, hogy nem tehetünk végleges kijelentéseket, akár az oltásról, akár a vírusról. A kormány mégis ezt csinálja. Tehát most már odáig eljutottunk, hogy nem is a vírus ellen harcolnak, hanem az oltatlanok azok, akik ellen a kormány a kommunikációját és az intézkedéseit hozza. Tehát az oltatlanok más emberek életét is veszélyeztetik. Ez egy kormányzati plakáton megjelenik.
megjelenő mondat lehet, ami egészen döbbenetes, és olyan, mintha egy oltott az egyébként nem veszélyeztethetni. Tehát, hogyha egy oltatlan, gondolom a kormánynak az a logikája, azzal, hogy másokat is megfertőzhet, veszélyezteti mások életét, akkor ennyi erővel az oltott is veszélyezteti mások életét, hiszen ő is meg tud fertőzni másokat, ami egészen döbbenetes. A bizalmat rendkívüli mértékben aláássa az, hogyha hazudnak, vagy cenzúráznak. Tehát egy fideszes önkormányzat... Szóval az a kérdés, hogy ki teszi ezt, ugye? Egy fideszes önkormányzat konkrétan megtette. A Szent János Kórház COVID-osztályának műszakvezető orvosa, dr. Horváth Benedek nyilatkozott a területileg illetékes 12. kerületi önkormányzat lapjának, a Hegyvidék című lapnak, amiben elmondta most a negyedik hullámban, hogy a negyedik hullám elején valóban az volt a jellemző, hogy oltatlanok kerültek be többségben, de most már... Ezt a november 2. számban mondta egyébként a doktor úr, a kórházba, tehát ebbe a konkrét Szent János kórházba bekerülő betegeknek a kétharmada oltott. És ez megjelent ebben a nyomtatott lapban, két helyen is elmondja a doktor úr, tehát nem elgépelésről van szó. Majd amikor megnéztem ugyanennek az interjúnak az online változatát, mert meg szerettem volna osztani, akkor láttam, hogy ezt a két részt megváltoztatták. És elkezdtek maszatolni, és ezt a két részt, valahogy pont ezt a két részt nem hozták le. De egy budaörsi házi orvos is nyilatkozott a saját praxisáról, a Buda környéki televíziónak, szintén a negyedik hullámban. Az ő praxisában 2 hét alatt 42 COVID-pozitív esettel találkozott, ennyien jelentkeztek, és ott is megkérdezte a riporter, hogy hát a többségük oltatlan, ugye? És mondta, hogy nem. A 42-ből 3-4 volt oltatlan, a többiek 2-3 oltással jelentkeztek nála. Tehát ezek azok, amelyek olyan konkrét esetek, konkrét tények, amelyek egyébként aláássák a bizalmat, és leginkább azért, mert nem korrekt a tájékoztatás, csak az egyik oldalt mondják el az oltásokkal kapcsolatban, a másik oldalról nem esik szó. Én nem gondolom, hogy kisebbségi álláspont lenne a miénk, tehát most Magyarországon nincsen szabad döntési joga az embereknek. Tehát persze, hogyha egzisztenciálisan megzsarolnak valakit, akkor nagyobb hajlandóságot mutat az oltás iránt, de ezek az emberek egyébként kényszeroltottak. Tehát akkor tudnánk érdemi támogatottságát az oltásnak elmondani, hogyha semmilyen megkülönböztetés nem lett volna az elmúlt másfél évben oltott és oltatlan emberek között, de folyamatosan volt gyakorlatilag az első pillanattól kezdve. A felmérések egyébként első azt pillanattól mutatják... kezdve, bocsánat, nem volt kényszer. Nem kényszer, megkülönböztetés volt. Bocsánat, 6 millió ember úgy oltotta be magát, hogy be akart oltatni. Nem, hát azért nem mehetett színházba, nem mehetett úszodába, a gyerekek nem mehettek el a külön órákra, nem mehettek be a fiam foci meccsére, hát persze, hát egy ezer ilyen ellehetetlenítés volt. Nem egzisztenciális zsarolás, ez való igaz, csak megkülönböztetés azért volt rengeteg. Így evel a kis korrekció a rendben van. Jó, és még egy aspektust behoznék a kötelezés kapcsán, mert erről még nem beszéltünk. Gyakorlatilag a teljes állami szférában kötelező az oltás. Mi történik azokkal a gyerekekkel mondjuk, a gyerekeknek a tanuláshoz való jogával, akiknek eltűnik januárban a tanítónénia, és nem lesz olyan tanítónéni, aki erre kiképezve tudja őket tanítani. Mi történik azzal az érettségiző osztállyal, akinek eltűnik az angol tanárja januártól? Mi történik azzal az iskolából? Tudok ilyenről egy másik vidéki nagyvárosban, ahol 5 angol tanár van, 4 feláll és elmegy, és megszűnik az angol oktatás gyakorlatilag egy jó hírű vidéki gimnáziumban. És számos ilyen esetet tudok mondani. Mi lesz azoknak a fogyatékos gyerekeknek a jogaival, akikkel mondjuk gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek foglalkoztak eddig? Hogyan fogja az ő jogaikat érvényesíteni az állam, azt követően, hogy előírta ezt az oltottsági kötelezettséget, de így is pedagógus hiány van, így is gyógypedagógus hiány van, tehát nem tudják szakemberek ellátni azt a feladatot, amelyet egyébként el kellene, és ez is úgy gondolom, hogy nagyon jogos elvárás az állammal szemben, hogy pótolja akkor azokat az embereket, akik az oltási kötelezettség miatt ki fognak esni a rendszerből.
Bocsánat, erre hadd reflektálni. Először a kommunikációra. Én azt hiszem, az egy fantasztikus történet, ahogy például az országos tiszti főorvos asszony több mint egy éven keresztül, minden nap egy órán keresztül próbálta a legkülönfélébb tanulási vagy tanultsági szinten elmagyarázni, hogy mi miért történik, hogyan történik. Nyilván ő se egy csodatevő, tehát amiket később tudott meg a tudomány is, azokat esetleg ő is félreérthetően mondhatta, de hát bocsánat, ott a támadások arról szóltak, hogy van-e kereszt a nyakába, meg hogy van fölöltözve. Tehát ne játsszuk el, hogy ott a kommunikációnak a csodáira vártak volna az emberek, azt nézték, akikről most itt akár indirekte szó van, hogy hogy lehet belekötni ebbe az egyébként talpig becsületes és kiváló szakemberbe, aki még a korát is meghazudtoló terhelést áltott ki, amikor minden nap tartotta ezeket a tájékoztatókat. Én azt mondom, hogy minnyájan most akár közösen köszönetet mondhatnánk neki érte, de nem biztos, hogy egyetértünk. Nyilvánvalóan emberek vagyunk, az élet halad előre, tehát nyilvánvalóan, hogyha tudnánk azt, hogy holnap után mi fog történni, akkor esetleg nem csinálnánk meg egy olyat, ami miatt holnap után bajba leszünk, de alapvetően az egész intézményesített tájékoztatás, én azt hiszem, hogy kevés országban volt ez ilyen módon megszervezve, hogy több mint egy éven keresztül az országos tisztifőorvos naponta egy-másfél órát azzal tölt. A válságstáboknak az ülései, azért minden reggel 6 órától a kormány és az arra illetékesek összeültek ezzel foglalkozni. Nyilván ők se csodatevőek, tehát ahogy az információk jöttek, adatok földolgozásra kerültek, ezek módosulhattak. Most a pedagógusokra visszatérve, én szeretem, becsülöm a pedagógus kollégákat, én magam is egy kicsit annak számítok, de hát először ott azon folyt a tiltakozás, hogy miért nem oltják be őket soron kívül, amikor az egészségügyi dolgozókat, rendvédelmi dolgozókat, egyebeket kellett beoltani. Most azon megy a tiltakozás, lehet, hogy ugyanazoktól, hogy miért akarják őket beoltani. Tehát itt azért én azt hiszem, hogy ez a Molnár a fia meg a Szamár történet azért, ami a kormányt érő kritikák sok esetben, hogy mindegy, hogy most mi ülünk a szamára, vagy a hátunkon visszük, de mindenképpen kritizálni szükséges, mert ez esetleg szavazatokat hozhat. Elnézést, szóval én nem akartam ebbe az utcába belemenni, de hogyha Dux professzor úr most azt hozza elő, hogy a tiszti főorvos asszony milyen hűségesen Európában egyedülállóan kommunikált, én igazán tényleg rengeteg méltatlan támadás is érte Müller Ceciliát, én nem is szeretnék az ő személyével foglalkozni, de ha kitűnő kormányzati tájékoztatások után teszünk vizsgálatot Európában, azért azt is elismerheti, hogy azért az is példátlan Európában, hogy világjárvány idején az egészségügyi miniszter mindennel foglalkozik, csak éppen a pandémiával, nem, ha egyáltalán van Magyarországon egészségügyi miniszter, mert ez sem biztos. És állítólag van egy egészségügyi államtitkár, nem tudom, hogy hallott-e róla, Horváth Ildikó, egy nagyon kitűnő pulmonológus. Ismerem személyesen. Na, ön igen, mert szakmabéri, egy nagyon kitűnő pulmonológus. Csak éppen az ország nem ismeri pandémia kellős közepén. Tehát én csak azt akarom mondani, hogy németeknél, osztrákoknál szupersztár lett a szakminiszter a járvány alatt. Nagy tekintélyre tett szert. Nálunk Kásler professzor úr leginkább ilyen régészeti kérdésekkel volt elfoglalva, az egészségügyi államtitkár asszony pedig nem látta senki. Úgyhogy mondom, ebbe nem menjünk bele, hogy melyik ország kormánya mennyire kitűnően kommunikált. Viszont Bartók úr, én itt, ahogy hallgattam önt, ilyen déjà vu érzésem volt. Tudja miért? Mert amikor én a miniszterelnökkel foglalkoztatás politikai kérdésekben párbajoztam parlamentben, rendszeresen előhúzta azt a kártyát, hogy miközben én munkaerőpiaci eszközöket kértem számon rajta, fölállt, és közölte, hogy ő ezt kikéri a közmunkások nevében, hogy itt én mint ellenzéki képviselő, én a közmunkásokat megalázom, megtámadom. Úgy látszik, ez a retorikai recept ki van adva a Fideszbe. Tudnék, egyikünk se az orvosokat bántotta, sőt, meg vagyok róla győződve, hogy nem csak hogy az összes házi orvos vagy kórházi orvos nem csak hogy tisztességesen, hanem hűségesen látja el a munkáját, sőt, orvostanhallgatók is most ebben meg a megelőző hullám. Így van, de hát ugye orvostanhallgatókat is berántanak a sűrűjébe. Ők is ki vannak szolgáltatva. Mi nem az orvosok intaktságát kérdőjeleztük meg, ezt szeretném világossá tenni. Egyetlen orvosnak a tisztességét, intaktságát nem kérdőjeleztük itt meg. A tudomány intaktságát kérdőjelezzük meg.
a nagy cégek intaktságát és a nagy cégek által szponzorált kutató műhelyek intaktságát kérdőjelezzük meg, meg például az Európai Bizottság intaktságát kérdőjelezzük meg, illetve az egy nagy kérdés, hogy az Európai Bizottsággal máskor olyan vehemens, látványos küzdelmeket vállaló kormány vakcina szerződések ügyében miért nem áll a sarkára? Miért nem védi meg a magyar szuverenitást például? És még valami, ha már bizalom, a kormány két dologgal növelhetné a bizalmat kötelezés helyett, és növelhetné például az átoltottságot is. Az egyik, hogyha az esetleges mellékhatásokért helyt áll, ha azt mondja a szkeptikusoknak, hogy akármilyen mellékhatásod van és kiesel a munkából, a kormány megtéríti a kiesett jövedelmedet, a másik pedig, hogyha a következő kormányinfón tisztességes adatokat mutatnak be arról, hogy hány százalékban vannak oltottak, oltatlanak az intézményekbe, esetleg, hogy milyen vakcinával oltottak kerültek mégis kórházi ellátásba. Lehet, hogy kiderül, hogy tényleg nagyon kevés az oltottak aránya, de erről tessék tisztességgel kommunikálni, mert ez a felelőssége nem a plakátkampány a kormánynak. Ezzel lehet bizalmat növelni kötelezések helyett. És az utolsó, hogy ki a kisebbségi álláspont. Ezzel kapcsolatban is én óvatosabban fogalmaznék, mert ugye most volt, azt hiszem tegnap Londonban a második olyan parlamenti szavazás, hogy Boris Johnson miniszterelnököt csak a Labour mentette meg. Az angol konzervatívoknál ilyen mértékű kiszavazás ember emlékezet óta nem volt, mint most a korlátozások a veszélyhelyzeti jogszabályok esetében, de említhetem Ausztriát is, ahol már éppen készültek feloszlatni a parlamentet és megcsinálni a barbatrükköt, hogy ott is közlekedési lámpa koalíció legyen. Azért nem csinálták meg, mert egy frissen alakult párt pontosan a korlátozás kritikus álláspontok népszerűsége miatt ma bekerülne az osztrák parlamentbe és veszélyeztetni a nagy vezércselnek a végrehajtását. Úgyhogy én szerintem legyünk óvatosak abban, hogy mi a kisebbségi és a többségi álláspont bármelyik európai országban. Bocsánat, ez az Európai Unió vagy az Európai Bizottságot érő kritika az valószínűleg jogos, de hát ennek volt egy olyan szála, amikor ugye az Európai Unió még képtelen volt megkötni a megfelelő szállítási szerződéseket, és ugye akkor Magyarország, főleg Szijjártó Péter külügyminiszter úrnak köszönhetően el tudta intézni, hogy Kínából meg az Oroszországból is érkeztek vakcinák. Na most ez is azért akkor minden volt, csak nem éppen dicsérni való dolog az ellenzék részéről. Én beoltattam magamat Sinopharmmal, úgyhogy nekem nem rendben kell. Rendben van, tehát tudunk ilyeneket is, akik be vannak oltva ezekkel az oltóanyagokkal, de egyébként akár nap mint nap a médiában vagy a parlamentben tiltakoznak ez ellen. Tehát ez mondjuk éppen egy olyan különutas megoldás volt, amire azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen ez annak a világos reagálása, hogy az Európai Unió nem tudta legalábbis abban az időszakban teljesíteni a vele szembe jogosan fönnálló elvárásokat. De szintén, bocsánat, szintén a bizalom ellen hat, hogy azért egy átlag embernek mégiscsak úgy tűnik, hogy a politikai álláspont határozza meg azt, hogy melyik a jó vakcina és melyik a rossz vakcina. Tehát az, hogy az Európai Unió ez a kínai és orosz vakcinát elutasította, még Magyarország, meg több európai ország is egyébként befogadta, ez szintén azt mutatja, hogy nem szakmai alapon történtek ezek a döntések, hanem kőkeményen a pénzről és a gazdasági térnyerésről szólt. Tehát ez nem növelte az emberekben egyébként a politikusok meg a gyógyszergyártókba vetett bizalmat, hogy nem szakmai érvek alapján döntenek, akár a kínai, akár az orosz, vagy a nyugati, mert nyilván fordított előjellel is igaz ez a dolog, vakcináknak a biztonságosságáról, hanem politikai alapokon. Ez biztos, hogy így van, de ezzel hozzátenném, hogy a legkevésbé ismert tulajdonképpen a leginkább sztárolt messenger RNS alapú vakcináknak a rövid és hosszú távú hatás, amire büszkék vagyunk, itt ebbe az épületbe is tanult Karikó Katalin, akire büszkék vagyunk, mint aki ennek az egyáltalán a szellemi édesanyjának számít, de tulajdonképpen ilyen jellegű, főleg ilyen tömeges kipróbálása nem volt még előtte. A kínai, meg az orosz típusú vakcináknak, tehát az, hogy más vírushordozóval, vagy előtt vírussal oltottak, hát tulajdonképpen ez a védőoltásoknak a teljes spektruma. Tehát az, amit egyébként mondott most, az pont arra a vakcina típusra érvényes leginkább, amelyiket a legkevésbé tartottak problémásnak azok, akik az egyébként
emberöltők óta használt oltás típusokra azt mondták, hogy ki vannak átkozva, de melyik még most is ki van átkozva. Így van, ez még inkább aláásta a bizalmat az Európai Unióval szemben, hogy ezeket a régi módszerrel készült vakcinákat nem engedélyezte, egyértelműen gazdasági indokok alapján. Innentől kezdve nem bízhattak az emberek abban, hogy az ő egészségük az elsődleges szempont, mert látható volt, hogy nem az ő egészségük az elsődleges szempont. És itt, ha már itt a mellékhatásokért való helytállás elhangzott még egyszer Schiffer András részéről, pont ezen a héten volt ennek a Népjóléti Bizottságban a vitája, én benyújtottam ezt egy határozati javaslatban, mert múlt héten egyébként a lengyelek elfogadták ezt. Tehát mennyire érdekes, hogy olyan sok párhuzamot vélünk felfedezni, és van is a magyar és a lengyel politika között, főleg az utóbbi időben. A lengyelek 460 fős alsóházából 428-an elfogadták azt, hogy az állam vállaljon felelősséget a mellékhatásokért, és halálesetek esetében egy kb. 8 millió forintos kártalanítást ad a családnak. Egy hasonlót benyújtottam, és a Népjóléti Bizottságban itt sem a Fidesz képviselői, sem a balliberálisok egyébként nem támogatták ezt, hogy ez megtörténjen az állam részéről, és mindenféle érthetetlen indokokkal utasították ezt el, tehát jó lenne, ha ebbe is követnénk mondjuk a lengyeleket. Természetesen ebben az esetben azért én egyvel egyet értenék, de hát ugye emellett a képviselő úr is, illetve a professzor úr is említett különböző betegségeket, akkor azokat is bele kéne rakni, ugyebár. Tehát vannak pillanatok alatt hatalmasra duzzadt, gyakorlatilag az fog bekövetkezni, és én nem tudom, tehát én rövid ideje vagyok a politikai pályán, tehát én inkább az életben dolgoztam munkavállalóként, vállalkozóként, tehát talán egy picit több kapcsolatom van a politikán kívüli életről itt Magyarországon. Én azt gondolom, egy ilyen helytállásnak a gondolata egyébként dicséretes és jó ötlet, személy szerint én azt gondolom, de hogy ennek a megvalósítása Magyarországon, és nem tudom, hogy tudják-e, mire gondolok, hát azért ez bizony derekas feladat lenne azt megállapítani, hogy kinek jár, kinek nem jár, ki intézte el, ki nem intézte el, tehát hogy mondjam, egy akkora káoszt, anarchiát idéznénk ezzel elő, véleményem szerint. Tehát abban az országban, ahol azért a kiskapuk országában biztos vagyok benne, hogy rengeteg problémát idéznénk saját magunknak. Ez most is van ilyen, most bocsánat, csak azt mondanám el, ugye azzal utasított el cinikusan egyébként a fideszes képviselő, hogy csak a kötelező oltásokért tud felelősséget vállalni az állam. Tehát Magyarországon vannak kötelező védőoltások, és ha egy kötelező főleg gyerekeknek, és hogyha egy kötelezően beadandó védőoltás következtében megállapítják, hogy annak mellékhatásaként jelentkezik egy egészségkárosodás, akkor az a gyermek és a családja egyébként kártalanítást kap most az államtól, és ebbe csak be kellett volna illeszteni a Covid védőoltásokat is, tehát semmilyen ördöngösség nem történt volna, csak ő azt mondta, hogy hát nem kötelező a védőoltás, és ezért nem, ami egy cinikus érvelés nyilvánvalóan, hiszen gyakorlatilag kötelező. Ráadásul az állami szférában effektíve kötelező. Igen. De én azt hiszem, hogy ez egy jogalkotási folyamatban, én el tudom képzelni, hogy ez vissza fog kerülni, ez a kérdés, és ha ez tényleg a kötelezősége, vagy bizonyos körökre a kötelezősége az elfogadásra kerül, vagy nyilvánvalóvá válik, akkor én szerintem, hogy a többi oltásnál is ezeknek azért van némi kártérítése, addig megmaradnak például a megoldások, mint a Regőci Alapítvány, amelyik szintén próbálja valamilyen módon ezeket a tragédiákat legalább anyagilag kompenzálni. Egyébként visszatérve a BCG oltásra, azért én azt hiszem, hogy érdemes majd a beszélgetés után üssék be, hogy lübecki katasztrófa, azért ott akkor 300 valahány ilyen nevelőintézeti kisgyerek halt meg a BCG oltásnak a nem megfelelő kezelése miatt, és ebbe azért utána élete végéig pereskedett, és az egyik őjük bele is halt, a B az ugye a Bacillus, a Calmette és a Guérin, a két mikrobiológus francia sztár kutató, azért tulajdonképpen ráment az életük és a becsületük erre az egy szerencsétlenségre. Tehát ezért azt lehet mondani, hogy amire azt mondta az előbb egyébként képviselő úr, hogy ez már egy régóta bejáratott és ismert dolog, hát pont a lübecki katasztrófa mutatta, hogy ez nem. A Szebin cseppeket azt meg egy-két évvel a föltalálása után tették pont Magyarországon először kötelezővé a 60-as évek elején, és azért, ha most meglátjuk a kortársainkat, akik az elmúlt 60 esztendőt
vast időbe élték le, akkor azért azt lehet mondani, hogy ott akkor azért a kockázata az oltásnak az elmaradás kockázatát biztosan nem érte el. Bocsánat, professzor úr, én nem a 60-as évek alkotmányos környezetéről beszéltem, hanem hogy most 60 évvel később a BCG oltás kötelezővé tételét nem lehet megkérdőjelezni az egész egyszerűen az eltelt idő és az azóta felhalmozódott tapasztalatok miatt. Na de azt is figyelembe kell venni, hogy amikor kötelezővé tették, akkor ők még nem tudták a hosszú távú hatását annak a beadása, vagy nem. De legalább egy diktatúrában éltünk a 60-as években. De nem csak Magyarországon tették kötelezővé véleményem szerint a BCG-t. Említés itt még a kormány felelősségvállalására korábban elhangzott dolgokra szeretném, ha még reflektálnál. Ugye volt, hát több olyan dolog volt, aminél megingott egy egészségügyi, gazdasági vagy morális szempont, de például az egészségügyi dolgozók szerződés módosításánál, illetve ugye a munkáltatókra hárított felelősségnél is úgy tűnt, mintha a kormány nem vállalná a felelősséget. Milyen mozgatórugók voltak ezek mögött? Hú, ez jó kérdés. Hát a kormányt kell megkérdezni alapvetően. De nyilvánvalóan, hogy volt egyfajta párbeszéd, én feltételezem, hogy az egészségügyi dolgozókat képviselő emberekkel, és nyilván tudom, hogy azokban az időkben, amit a professzor is említett, a tiszti főorvosasszony napi szintű konzultáció, ott elég komoly virológus, orvos, tudós csapat dolgozott a stáb alatt. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan döntés, egy olyan szükséges lépésként ítélődött meg, és sokak tanácsára hozódott meg, ami alapján ezt bevezették. Nyilvánvalóan ebben, ahogyan a képviselő asszony és úr is mondta, nem volt választási lehetőség, tehát ezt végigvitték, ezt a rendeletet. Hogy erre van, talán a jövő meg fogja mutatni, hogy a történelemben jól gondolkodtak-e akkor az emberek. Nyilván egy helyzet volt, egy csomó ember javaslatot tett ebben, és ezt a javaslatot ebben a formában fogadták el, ahhoz, hogy az egészségügy talpon maradjon. Akkor és ott ezt a döntést tartották a legracionálisabbnak, és ezt vezették be. Ami még szintén itt kimaradt, hogy ugye azt nagyon sokan kérik, vagy mondják, hogy a pontos járványügyi adatokat közöljék, ami a minden egyes adatot, ami a kórházban zajlik, ugye az oltások, betegségek, stb. Ezek mennyire korrektek? Mennyire van relevanciája annak, hogy minden adatot ki lehessen közölni? Hát azért én egy dolgot szeretnék ebbe beletenni, és nyilván feltételezem, hogy ennek is megvannak a maga keretei, szabályai, rendszerei. Egy jó ismerőssel, aki hát mondjuk így ilyen titokvonalon dolgozik, ő meséli, hogy többek között mire jó ez a járvány. A globális szinten, ugye adathalászat, betegségek megismerése, országok egészségügyi vagy éppen betegségi állapotai, típusos betegségek, stb. Tehát, hogy itt egy nagyon nagy mértékű adatbányászat folyik, és itt nyilván a legtöbb ország kitesz mindent az asztalra, napi szinten jelenti, hogy miben, hol, mennyi. Én úgy gondolom, hogy ennek van ilyen jellegű kockázata is, és nem tudom ugyan, de feltételezem, hogy azért ez is közre játszik abban, hogy nem feltétlenül adnak meg olyan adatokat, ami egyébként mi most itt, vagy bárki is hiányol a napi kommunikációból. Csak Bartók úr, az a helyzet, hogy itt majdnem teljesen egyet is értünk, mert szerintem akkor egy irányba gondolkodunk, hogy az egész vírus elszabadulása körül, mögött, után bizony felsejlenek nagyon is vészjósló globális érdekek, amik szinte bábuként rángatnak önálló nemzetállamokat. Ebben biztos vagyok. Ennek része az is, hogy a nagy globális érdekeltségek az ellenőrző apparátusaikat igyekeznek tökélyre fejleszteni. Tehát mondom, idáig meglepő módon, de valószínűleg egy irányba gondolkodunk. A helyzet az, hogy én gyakorlatilag egyetlen, és ráadásul szigorúan anonimizált adatkört kérnék számon a kormánytól, azzal is fokozhatná az oltási hajlandóságot, hogyha annyit tenne neki, semmi többet, annyit tenne neki az asztalra, hogy ma a kórházban lélegeztetőgépen lévő betegek hány százaléka oltott, hány százaléka oltatlan, aki oltott, milyen típusú vakcinával van beoltva. Ennyi.
arra hivatkozik ugye a kormány, hogy azért nem teszi ezt közzé, mert személyes adat védelme miatt sérülne, ami egészen döbbenetes, így van, hiszen anonim, ez az egyik, hogy anonim. Másrésztről viszont... Egy aggregált szám, tehát egy aggregált, visszafejthetetlen. Egy adott iskolában, a 12-18 éves gyerekek körében ugye, aki oltatlan, és hogyha valaki covidos lesz az osztályban, az oltatlanokat hazaküldik. Tehát ott érdekes módon nincsen személyes adat, hanem terrorizálják ezeket a gyerekeket, hogy az hogy a óra közben a tanár föláll, és elmondja, hogy XYZ, menjetek haza, nem vagytok beoltva, és a többiek pedig maradhatnak. Tehát, hogyha a személyes adatra annyira érzékeny a kormány, akkor ezt nem tehetné meg, mondjuk egy 15 éves fiatalt megalázni a saját osztálytársai elől, óra közben fölállítani egy tanár részéről, hogy húzzon haza, már bocsánat. Tehát ez is mutatja az egészet, hogy valami más áll a háttérben, amiért a kormány ezt nem teszi meg. Ráadásul egy csomó ország megteszi. Tehát Horvátország is nyilvánosságra hozta, Románia is nyilvánosságra hozta, csak a két térségünk, két szomszédunkból mondjak egy-egy példát erre. Tehát valamiért a magyar kormány kamu indokok alapján ezt nem teszi meg. A következő témakör akkor szerintem legyen a gyermekek oltása. Mi veszélyesebb a gyermekekre, az új Omikron variáns vagy az oltás? Ez egy jó kérdés. Az Omikron variánsról körülbelül 10 napja tudunk, hogy létezik. Az eddigi adatok alapján azt lehet mondani, hogy nagyon gyorsan fertőz, de általában az általa okozott betegség meg a tünetek azok nem foghatóak a korábbi variánsokhoz. Ez is akár holnapra, holnap utánra változhat, mert közben valahol olyan halálozás vagy komplikáció fölléphet. Tehát itt én nagyon óvatos lennék kimondani, hogy most ez a jobb, vagy az a jobb, vagy melyik a rosszabb. Az Omikron variáns, és ezt nem csak én mondom, hanem olyanok, akik tényleg virológiával foglalkoznak, hogy az talán az abba az irányba történő elmozdulás, amit az előbb mondtam, hogy a vírus egyre inkább gyengül, és egyre ellenálló korosztályokkal és szervezetekkel találkozik szembe, és utána valahol kiég vagy leáll, utána is valószínűleg itt fog maradni velünk, tehát egy ilyen elterjedtségű kórokozó, az nem hiszem, hogy úgy eltűnik. Mondjuk a fekete himlőt el lehetett tüntetni a föld színéről, de ahhoz kellett szintén két generáció vagy három generációnak a generális oltása. Hát itt megint előjön az a kérdés, hogy a gyerekeknek a fertőződése, amiről korábban úgy tartották, vagy tartottuk, hogy az kevésbé kockázatos, mint az idősek, vagy a egyéb kockázatokat viselő egyének. Most úgy tűnik, hogy ez kerül inkább előtérbe, de ennek az is lehet egy oka, hogy a gyerekeknél, legalábbis a 15 évnél fiatalabbaknál ez ideig nem volt oltás. Tehát ez lehet annak is a jele, hogy az oltás azért valamilyen szinten csak szorítja visszafelé azokba a korosztályokba. És itt még a statisztika azért is félrevezető lehet, mert azért több mint 6 millió ember van beoltva. 2 milliót nem is lehetett körülbelül, ha 100 000-es születésszámból indulunk ki, a 0-tól 18 évesig az körülbelül egy közel másfél millió, mondjuk megyük másfél millió emberre. Tehát a felnőtt, tehát azok az oltatlanok, akik még mindig oltatlanok, azok tulajdonképpen ebből a 8,5 millió emberből kevesebb, mint az egy harmada, mert 6 millió fölött van az oltottaknak a száma. Tehát hogyha ugyanannyi beteg kerül most a kórházba, oltott és oltatlan, az akkor is azt jelenti, hogy az oltatlanoknak 3-szor nagyobb az esélye, hogy kórházba kerüljenek. Én megint hivatalos statisztikákat nem tudok, de itt azért a mi regionális COVID központunknak a vezetőjétől is rendszeresen kapunk tájékoztatást, és azt mondják, hogy a legtöbb kórházba kerülő egyén most a negyedik hullámban azok a 30-40-es oltatlanok, és a 65 fölötti oltottak között, de azoknak általában van valami másodlagos betegségük is. De hogyha ez pont ugyanannyi, akkor is miután az oltatlanokból 3-szor annyi van, vagy az oltottakból 3-szor annyi van, mint az oltatlanokból, ez azt jelenti, hogy az oltatlanoknak 3-szor nagyobb a kockázata. A gyerekeknél én szerintem még nincsenek elegendő tapasztalat. Én nekem ebbe a korosztályba eső unokám az már be van regisztrálva, jövő pénteken kapja, tehát föl sem merült se bennünk, se a szüleibe, akik még nem is orvosok, hanem jogászok, de egy percig meg nem fordult a fejükbe, hogy ne adják be, ne adassák be az unokájuknak a
vagy a mi unokáknak, az ő gyereküknek az oltást. A bátyja, aki már 15 év fölötti, ő is már megkapta. Tehát itt egyedül azt lehet mondani, hogy tényleg az ember bízik abba, hogy tulajdonképpen nem akar neki rosszat az egészségügyi rendszer, mindazokkal a fönntartásokkal, ami mondjuk egyáltalán a vírusnak a keletkezése, terjedésével kapcsolatban tényleg vannak akár filozófikus mélységű kétségek vagy kérdések. Azért 2015-ben, és ezt azóta nem tudta az amerikai vizsgálóbizottság se Kínába igazából kideríteni, hogy honnan is van ez a vírus. 2015-ben az dokumentált, hogy a Nature-nek a egyik legnagyobb tudományos folyóiratnak a hasábjain folyt arról vita, hogy sikerült valakiknek a kínai patkósorú denevér koronavírusát olyanra módosítani, hogy az most már meg tudja fertőzni az emberi légúti hámot. És akkor ezen folyt a vita, hogy szabad-e ilyen kutatásokat finanszírozni, és az lett a konklúzió, hogy ilyen plusz variánsokat, tehát plusz funkciót jelentő módosulatokat nem biztos, hogy szerencsés vizsgálat. Tehát 2015-ben ez dokumentált, ez volt erről, akkor még senki nem beszélt járványról, de azért, ha ezt az ember úgy átgondolja, akkor tényleg ez valami olyan kreatúrának tűnik, ami azért többet tud, mint az eddig általában ismert jószágok, akikre jobban föl van készülve az egészségügy. Tehát én azt mondom, hogy ez sokkal nagyobb alázattal, és a bizalomnak, tehát ha a saját egészségügyi ellátó rendszerünkben nem bízunk, sőt, az olyan kérdéseknek a feszegetésével, ahol történnek hibák, ezt a bizalmat igyekszünk még inkább aláásni, akkor valószínűleg nagyon-nagyon rossz úton indulunk el. A gyermekek oltásánál még ugye, hogyha visszakanyarodunk az elejére, akkor ott nem jelenik meg az, hogy egyéni döntéshozatali jog, illetve hogy másokért is felelősek vagyunk, ott összemosódik, hiszen azért nem saját magunkról döntünk, hanem a gyermekeinkről is, ami szerintem azért egy egészen más aspektus. Igen, de én azt mondom, hogy ne ragadjunk be ennyire a védőoltásoknál, ha a biztonságjövét becsatolja a gyereknek, és ezáltal a balesetnél valami maradandó károsodása éri, akkor is azt lehet mondani, hogy ha nem csatoltak be volna be, akkor esetleg. Tehát vannak olyan általánosan elfogadott előírások, elvárások, amiket akkor is megkövetel a társadalom, és ez a szülőnek a felelőssége. Tehát, hogyha a gyereknek nincs becsatolva a biztonsági jövő, azért a szülőt azt megbüntetik, ha vezeti az autót. Az oltásnál ez egy kicsit komplexebb kérdés. Önök mit gondolnak erről, András? Először is, mielőtt itt a gyerekek oltására rátérnek, professzor úr, szerintem itt a lényegről kezdtünk el beszélni, mert az, hogy a vírus keletkezésével kapcsolatban, nem Magyarországon, az egész világon finoman szóval nincsenek pontos információk, akkor talán nem kell magyarázni azt, hogy ma a bizalom nem pusztán azokban hiányzik, akik egyébként laposföld hívőek, hanem egyébként komoly, intelligens, tanult emberekből is, és nem csak Magyarországon, Ausztriában, Franciaországban, Nagy-Britanniában is hiányzik, kvalifikált, értelmes, normális emberekből is a bizalom. Pontosan azért, mert nem tudjuk, a tudomány nem tudja pontosan, úgy tűnik, hogy ez a vírus pontosan hol, miért keletkezett és szabadult ki, a következményeket látjuk. Ugye az ősi latin kérdés, hogy quo vadis, azt látjuk, hogy jól jártak a Big Pharma cégei, jól jártak azok a spekulánsok, akik mondjuk 2020 elején befektettek olyan üzletágakba, amelyek a lockdown idején, és éppen a lockdown miatt prosperálni kezdtek. Látjuk, hogy jól jártak azok, akik egy újrázásra esélyes, és egyébként protekcionista gazdaságpolitikát képviselő elnöknek a bukására játszottak az Egyesült Államokban, és jól jártak azok a pénzügyi körök, akik általában leszokták szedni a sápot akkor, amikor tömegével kerülnek adósságcsapdába országok, és itt Magyarország még a legkevésbé veszélyeztetett ebben a tekintetben. Tehát azt látjuk, hogy ennek a krízisnek kik a nyertesei, alapvetően globálisan a gazdagok a nyertesei, a gazdagok még gazdagabbak lettek az elmúlt másfél évben, miközben a legsérülékenyebb országok, legsérülékenyebb csoportjai kerültek egészen elborzasztó helyzetben, elsősorban a periféria országokban. Bocsánat, ezt én nem tudom, nem is akarom vitatni, de ezt azt mondom, hogy ez az analógia. Azt mondom, hogy miért nincsen bizalom, ezért sincsen bizalom, mert a keletkezéssel kapcsolatban nincsen tiszta, világos beszéd a felelősök, a globális felelősök részéről. Ami a gyerekeket illeti,
Az a bizonyos általam már a beszélgetés elején citált 2007-es alkotmánybírósági határozat, az pontosan a gyermekek kötelező oltásáról szólt, és elismerte azt, hogy igen, lehet olyan, hogy gyermekek számára elérnek kötelező vakcinákat, tehát ennek megvannak az alkotmányos feltételei. Ugyanúgy gyerekek esetében is ezt tudom szajkózni, hogy a szükségesség arányosság tesztjét alkalmazni kell, jegyzem meg veszélyhelyzetben a magyar alaptörvény betűje szerint a emberi méltóság nem korlátozható korlátlanul. Tehát addig, amíg a gyülekezési jogot teljes egészében ki lehet iktatni veszélyhelyzetben, ugye erre volt is példa, az emberi méltósághoz való jognál a szükségesség arányosság tesztje az alaptörvény szerint is a magyar államot, jogállamban minden államot köti. Ez a 2007-es, és mondom, a gyermekek oltási kötelezettségét elbíráló alkotmánybírósági határozat azért mond érdekes mondatokat, például az, hogy nincsen veszélytelen vakcina, idéz olyan szlovén-olasz alkotmánybírósági határozatokat, amelyek kimondják azt, hogy kötelező vakcináltatásnál az államnak kimerítő tájékoztatási kötelezettsége van, pontosan azért, mert nincsen veszélytelen vakcina. Tehát én csak azt tudom ismételni, hogy a gyermekek esetében ugyanazokkal a szigorú korlátokkal kell kalkulálni az államnak, és hogyha egyébként még veszélyhelyzeti vakcináról beszélünk, akkor a kötelezést nem lehet előírni. Az állam egyetlen egy dolgot tehet az átoltottság növelése érdekében, hogyha növeli a bizalmat, már pedig a bizalmat akkor növeli, hogyha van pénzügyi helytállás az esetleges szövődményekért, és teljes kormányzati transzparencia van, például az oltottak, oltatlanok kórházi ellátása vagy kórházba kerülését illetően. Bocsánat, én annyit tettem volna hozzá, hogy ha nem tudjuk az eredetét valaminek, vagy az indokát, hogy miért van itt, kigyullad a ház, nem tudjuk még, hogy mitől, meg kitől, meg kinek az érdekébe, de azért a tüzet el kell kezdeni oltani. Tehát itt én azt hiszem, hogy ebben nem vitatkozhatunk azon, hogy lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni, hogy ki, mikor és hol és hogy csinálta ezt a vírust. Azért talán még is. Főleg most már ezek a vírusok most már nyilván önálló életet is élhetnek, egymással, meg mások, más jószágokkal keveredve, ezek nyilván módosulatokat hoznak létre, de ez nem indok arra, hogy ne kezdjék meg a létező vagy elérhető eszközökkel az észszerű biztonsági megfontolások határain belül a védekezés. Én úgy tudom, a gyerekeknek az oltásának a kötelezővé tételéről tudtommal nincsen szó, tehát ez csak egy lehetőségként jelenik. Erre is mindjárt reagálok, de most kapcsolódva ahhoz, amit András felvetett, és először a gazdasági vetületekre, sajnos a mi hazánk úgy látta, hogy a magyar kormány az része egyébként ennek a kizsákmányoló mechanizmusnak, amit kialakult az elmúlt másfél-két évben Magyarországon is. Ennek legékesebb példája volt a kaszinók nyitva tartása akkor, amikor minden mást egyébként be kellett zárni, tehát egy falusi sarki kiskocsma nem lehetett nyitva, ahol mit tudom én, öten vannak egy nap, de egy budapesti kaszinóban, ugye videófelvételek is nyilvánosságra kerültek, hogy mindenféle járványügyi intézkedés, maszkviselés, távolságtartást mellőzve zsebelték be a pénzeket. Ugyanígy a multinacionális kereskedelmi láncok mindegyiküknek az éves mérlegét, ha megnézi az ember, soha nem látott profitra tettek szert Magyarországon, miközben szintén a vidéki kis vállalkozásként működő vegyesboltok, ABC-k közül rengeteg tönkrement. Említhetném az óriás tech cégeket, amelyek egyébként rendkívül megható módon a teljes lezárás és online oktatás idején emelték a családi csomagnak az árát, tehát az valami egészen elképesztő pofátlanság volt, hogy a Microsoftnak éppen akkor kellett emelnie a családi csomag árát, mikor mindenkit hazaküldtek home office-ba, illetve online oktatásra álltak át, és hát a gyógyszeripari vállalatok, hiszen nem csak egyébként a vakcinagyártó gyógyszeripari cégek növelték a bevételüket, hanem mindegyik. A gyógyszeripar teljes egésze, hiszen az emberek elkezdtek vitaminok szedni, és minden más módon igyekeztek védekezni a járvány idején, nyugodtan megadóztathatta volna legalább ezt a profitot, legalább ezt az extra profitot a magyar kormány, nem tette meg. Ehelyett mi történt? Gulyás Gergely bejelentette tavaly tavasszal,
hogy napi 1500 milliárd forintba kerülnek a lezárások és a védekezés, és ezt ehhez az államadósságot növelték olyan mértékűre, ami a Bokros csomag óta nem látott magasságokba emelkedett Magyarországon. Tehát ez egészen elképesztő volt, hogy a magyar kormány gyakorlatilag gazdaságpolitikailag eladósította a következő generációt is, ahelyett, hogy ezeket a multikat megadóztatta volna. Bocsánat, itt még egyet lehetett volna, tehát túl azon, hogy számomra nagyon szimpatikus az az ötlet, hogy egy, és azért ez nem áll távol a magyar kormány filozófiájától, hogy egy rendkívüli válságadót kivetni azokra a szektorokra, amelyek a legnagyobb vámszedői a Covid krízisnek. Na de ha már arról van szó, hogy az emberek az egészségükért fokozottan aggódva hirtelen vitaminokat meg gyógyszereket vásárolnak a patikába, ezt a magyar kormány nem kellett volna, hogy tétlenül nézze, mert megtehette volna, tehát mondom, a jó ötlet a rendkívüli szektorális, tehát a válságadó egyes szektorokban, de azt is megtehette volna a kormány, hogy ahelyett, hogy mondjuk Mészáros Lőrinc bezárt szállodáira ad extra támogatást, mondjuk a helyi termelőket, biogazdákat tolja meg rendkívüli támogatással a gazdaságvédelmi akcióterv keretében. Nem erre ment a történet, nem a kicsiket támogatta, nem a 30 évvel ezelőtt ledúzerolt termelőkapacitások újjáépítésére fordította a támogatásokat, hanem a bezárt szállodák felújítására és az egészen homályos, mennyi 600 milliárdos turisztikai csomagba öntötte a lóvét. Erről mit gondolnak, hogy azért sokan mondják azt, hogy az egészség és a pszichés jólét fel lett áldozva a politika és a gazdaságnak az oltárán? Hát én úgy gondolom, hogy egyfajta egyensúly volt, van. Tehát amellett, hogy én azt gondolom, persze ezzel lehet nem egyetérteni, meg valószínűleg így is lesz, hogy amit ebben a, fogalmazunk úgy, hogy zavaros információ, illetve hát ugye biztos senki nem tud, csak haladunk a korral, meg a sodor az élet valamerre, és napról napra újabb és újabb információk és bizonyítékok, vagy bizonyítéknak tűnő dolgok kerülnek elő. Én úgy gondolom, hogy ebben az elmúlt majdnem két évben azért elképesztő mennyiségi munkát, információt, és elképesztő mennyiségű mondjuk változtatást hozott a kormány. Tehát én úgy gondolom, hogy a legnagyobb igyekezetük mellett telt el ez a 18-19 hónap. Nyilvánvalóan ők is teljesen logikusan keresik a jó megoldást. Én azt gondolom, hogy jól láthatóan itt a gazdaság újraindítása vagy elindítása Ez egy fajta sikertörténet, tehát a harmadik hullámnak a lefutása, a gazdaság újraindítása, a lezárások, korlátozások felszabadítása. Én azt gondolom, ez példamutató egész Európa, vagy talán világszerte, és ez csak azt kritizálja, aki ettől jobban csinálta volna, vagy hát nyilván mondani könnyű, ezt bárki meg tudja tenni. Ezt a jövőben is, tehát nyilván, hogyha tudnánk, hogy mi lenne holnap, akkor, ahogy a professzor úr is mondta, akkor nyilván nem lépnénk bele abba a cipőbe, vagy előre tudnánk, hogy jót fogunk csinálni. Szerintem továbbra is, és itt a gyerekek oltakozásával kapcsolatban nem marad más, mint a bizalom, amit az elején mondtam. Tehát, hogyha hiszünk abban, hogy az orvosaink, és nyilván a teljes egészségügyi rendszer, az ápolóktól kezdve kutatóként keresztül a javunkat szolgálják és jót akarnak nekünk, akkor én úgy gondolom, hogy ebben az irányban a gyerekeink, unokáink oltakozásában elfogunk és el kell mennünk. Ha az előbb említett, és itt elég sok szélesen érintettük a koronavírusnak, akár az eredetétől kezdve a mai utolsó ötödik hullám, de már a hatodik hullámmal is ugye fenyegető előttünk álló feladatait, hát nyilván rengeteg a kétség, rengeteg a kérdőjel, rengeteg az olyan információ és az olyan, mondjuk úgy, hogy nagyvárosi legenda, amivel bennünket is nyilván kétségek gyötörnek, hogy ez jó, nem jó, de attól még hinnünk és bíznunk kell valamibe, ami megoldja, amivel a tüzet, azt a bizonyos lángolóházat eloltjuk, aztán majd felépítjük azt a házat utána. Mostan csak a gyerekek oltásával kapcsolatban én reagálnék, mert arra még nem volt módom. Egyrészt a gyerekek oltásával kapcsolatban sem szabad döntést hozhatnak a szülők. Hátrány éri az oltatlan gyerekeket ma Magyarországon. A 12 és 18 év közötti gyerekeket.
több tekintetben hátrányéri már most, és ezt nyilvánvaló ki fogják terjeszteni az 5 éves kor feletti gyerekekre, amint elindul ugye ennek az oltása. Tehát nem szabad a szülőnek a döntése a gyereke beoltásával kapcsolatban, ezt azért szeretném hangsúlyozni, ezt rendkívül aggályosnak tartom, mert orvostudomány ide, orvostudomány oda, a hosszú távú hatásait ezeknek a vakcináknak senki nem ismeri. Nem is ismerheti, nem rovom fel, hogy nem ismeri, nyilván nem ismeri, de nem ismeri. Tehát ez egy ténykérdés, hogy senki nem ismeri. A másik. A Kaliforniai Egyetem szeptemberben publikált egy tanulmányt a gyerekek oltásával kapcsolatban. Ennek az eredménye azt mutatta, hogy amikor a járvány a csúcson van, tehát nagyon sok megbetegedés van, akkor is 6-szor több oltott gyermek kerül kórházba szívizomgyulladás miatt, mint amennyi gyermek kórházba kerül maga a vírusfertőzés miatt. És ez egy nagyon lényeges dolog, hogy egyrészt az ő körükben mennyire veszélyes a vírus, az eddigi összes variáns vonatkozásában azt láttuk, hogy sokkal kevésbé veszélyes a gyerekekre, hogy ott súlyos megbetegedést vagy esetleg halálesetet okoz maga a vírus, viszont ez a tanulmány azt mutatta, hogy a mellékhatások magasabb százalékban jelentkeznek a gyerekeknél. Enyhe járvány lefolyás esetében azt írták ebben a tanulmányban, hogy 22-szer nagyobb is lehet ez az arány, hogyha még kevesebb maga a megbetegedés. Finnország bejelentette, hogy nem oltják a gyerekeket, csak azokat a gyerekeket oltják, ahol feltételezhető, hogy valamilyen súlyosbító tényező egyéb megbetegedés is fennáll a gyerekek vonatkozásában. És egy harmadik aspektusra is fel szeretném hívni a figyelmet. Ugye azzal a vakcinával, Pfizer vakcinával oltják a gyerekeket, amely a hölgyek ciklusának felborításában azért elég gyakran jelentkezik. Tehát egy ilyen mellékhatása bizonyítottan van, és szerintem az aggályos, hogyha 10-12-14 éves gyerekeket beoltunk ezzel a vakcinával, mert azok a panaszok is jönnek hozzám ilyen hölgyektől, és rendkívül nehéz nekik erről beszélni, a saját nőgyógyászukkal is, de maguk a nőgyógyászok is azt mondják, hogy még nem találkoztak ezzel a problémával, ezért rendkívül nehezen tudják kezelni, és kvázi igen, kísérleteznek most a hölgyeken, hogy ezt a fajta mellékhatást, ami több hétig elhúzódó vérzést jelent a hölgyek esetében, hogyan tudják nőgyógyászati eszközökkel kezelni, tehát én rendkívül óvatos lennék a gyerekek oltásával kapcsolatban. Én nem támogatom azt, hogy a gyerekeket elkezdjük oltani. Meddig menne el a mi hazánk akkor, hogyha kötelező lenne az oltás? A gyerekek vonatkozásában? Ja igen, ez egy nagyon fontos, a gyerekek vonatkozásában. Ugye Orbán Viktor áprilisban, amikor azt mondta, hogy nem teszi kötelezővé a felnőtteknek az oltást, hiszen nem diktatúrában élünk, mondta a miniszterelnök, ez egy szabad ország, ezért ő nyilván nem teszi kötelezővé, és felnőttek esetében ez nem járható út, de a gyerekek az más. És már akkor ezt mondta Orbán Viktor áprilisban, hogy a gyerekeknek kötelezővé teheti az oltást. Az, hogy most a magyar kormány 2 millió adag vakcinát rendelt az 5 és 11 év közötti gyermekek oltására, hogyha szintén a 100 000-es évi születésszámmal számolunk, akkor nagyjából 700 000 gyermekről beszélünk. Tehát ez azt jelenti, hogy a 2 millió adag vakcina, mondjuk kiszedjük azokat a gyermekeket, akiknek ellenjavalt az oltás, minden gyermek háromszori oltására elegendő. Ebből én nem tudok másra következtetni, mint hogy arra készül a kormány, hogy a gyerekeknek is kötelezővé tegye az oltást. Vagy a maradék 2 millió oltatlan megkapja. Ez az a vakcina, amelyet ugye az 5 és 11 év közötti gyerekekre rendelte volna. Jó, de a fölöslegbe maradt oltóanyagoknak a továbbadása mondjuk a sokkal, ja, szegényebb, lehet, országok, igen, vagy, sokkal szegényebb országok felé, ami szintén én szerintem kifejezetten egy pozitív gesztusnak is fölfogható, hát elképesztő kritikákat meg támadásokat kap. Lehet nekem egy kérdésem, nem vagyok a műsorszerkesztő, de a képviselőasszony megkérdezném, hogy egyébként nyilvánvalóan nem tudjuk a hosszú távú hatását a vakcinának, és itt most a gyerekeket egy picit zárójelbe tenném, a felnőttekről beszéljünk. A mi hazánknak, önnek mi a véleménye egyébként? Tehát mi a megoldási javaslata annak? Mondjuk 50 év múlva fogjuk tudni, hogy tutira jó ez a vakcina, vagy nem jó vakcina. Ön ezt a járványt hogy kezelni? Mit javasol? Egyrészt én a személyes felelősségvállalásra helyezném a hangsúlyt. Tehát ahogyan ma Magyarországon mindenki tudja,
hogy a dohányzásnak egészségkárosító hatása van, és minden cigis dobozra rá van írva, hogy a dohányzás halált okozhat, még sincs betiltva a dohányzás Magyarországon. Minden magyar állampolgár tudja, hogy az, hogyha valaki túlsúlyos, annak egészségkárosító hatása van, és ez hozzájárul különböző betegségeknek a kialakulásához, mégis az embernek joga van eldönteni, hogy ő túlsúlyos vagy nem. Mindannyian tudjuk, hogy a zsíros ételek fogyasztása az káros az egészségre, karácsonykor mégis gondolom, hogy mindannyian fogunk zsíros ételeket fogyasztani, sőt szaloncukrot is fogunk enni, amely szintén káros az egészségre. De úgy gondolom, hogy az a fajta politika, amit most a kormány folytat, hogy ez alapján, a dimenzió alapján ilyen elképesztő jogkorlátozásokkal és politikai terrorral, kommunikációs terrorral sújtja az oltatlan embereket, az elfogadhatatlan. Tehát az, hogy kilépjünk ebből a dimenzióból, és kezdjünk el őszintén beszélni a halálesetekről, vagy az oltások mellékhatásairól, az már egy lépés lenne, hogy lássuk ezt. Tehát nem beszélnünk kell erről, hanem meg kell oldanunk. Tehát nem az 50 év múlvai beszélgetésről beszélünk most, hanem az, hogy ma van egy járványhelyzet, vagy azt abban megállapodtunk, hogy van ez a Covid, ez a járvány, stb. Tehát, hogy ezt ma kell kezelni, nem 20 év múlva, 50 év múlva, hanem ennek ma kell gátat szabni. Az egyéni felelősségvállalás világos, érthető. De attól még lesz Covid. Hogyan kezelni? Hogy lesz ebből munka, gazdaság? Hogy lesz ebből oktatás? Hogy lesz ebből egészségügy? Stb. Tehát erre vagyok kíváncsi, hogy ha is amennyiben elszabadul a pokol, és jön a járvány, az, hogy egyéni felelősségvállalás, az azt gondolom, hogy az előbb elhangzott egészséges vagy egészségtelen élelmiszerek kapcsán, az nagyjából bennünk van pár ezer éve. Mindenki tudja, hogy nagyjából mi az egészséges és mi a nem egészséges. Van egy Covid, ami itt van közöttünk másfél éve, két éve. Nagyjából senki nem tudja, sőt, még az orvosok se biztos, hogy tudják, hogy merre van az arra, vagy mondjuk úgy, hogy egy tapogatózás van egy ilyen nagyon gyenge fényű alagútba. Tehát, hogy akkor merre? Tehát mi a konkrét javaslat, hogy hogyan oldjuk meg ma ezt a kérdést? Hogy lesz ebből munkahely, élelmiszer, a boltba, pénz, stb. Tehát ez a nagy kérdés. Sok kormány kritika elhangzott, de beszélve, hogy a mi hazánkot meg ugye azért szokták kritizálni, hogy nem is feltétlenül az egészségügyi szempontok dominálnak ebben, hanem az, hogy kihasználják az oltás szkeptikusokat a szavazatok reményében. Még egyszer mondom, visszautasítom, tehát én mindig a politikában a személyes meggyőződésemet mondom el, ezért engem kizártak a Jobbikból például, ami rendkívül sok emberi szenvedéssel járt az én személyes esetemben is, mégis megtettem. Ma már azért pont örömhír, nem? Pont minket azzal vádolni, hogy a politikai haszonszerzés vezet, akkor mondjuk nem foglalkoztam volna az abortusz kérdésével, hogyha ez lenne a szempontja a politikai megszólalásaimnak. Tehát még egyszer mondom, az őszinte meggyőződésemről beszélek, amikor akár a lezárásokról, akár az oltásról, akár a gyerekek oltásáról beszélek. A megoldási javaslat. Ugye kezdettől fogva úgy gondolom, hogy azokra kellett volna a védekezést összpontosítani, akik leginkább veszélyeztetettek, ahogy egyébként erre nemzetközi nyugat-európai példák is voltak. Nigel Farage pártja ugyanezt képviselte Nagy-Britanniában, hogy nem kell az egész országot lebénítani, hanem az idősek, akikre ténylegesen halál fenyeget ez a vírus, az ő védelmüket kellene elősegíteni. A másik, ki kellett volna használni ezt az egész járványhelyzetet az emberek egészségtudatosságának a növelésére, illetve arra, hogy például konszenzusosan a megelőzés vagy a betegség lefolyását enyhítő D-vitamint azt propagálni, vagy akár ingyenessé kellett volna tenni az emberek számára, hogy hozzájussanak ehhez. Ez például egy konkrét segítség lehetett volna, amellyel sikerült volna enyhíteni a járványt. De még egyszer mondom, ahogy ma Magyarországon eldöntheti valaki, hogy ő dohányzik, vagy nem dohányzik, hogy ő túlsúlyos, vagy nem túlsúlyos, hogy eszik egészségtelen ételeket, vagy nem. Ezek megbetegedéseket okoznak. A dohányzás többet, mint a Covid. Tehát több ember esik ki, kvázi, vagy lesz halálos áldozat a dohányzás okozta megbetegedéseknek ma Magyarországon, mint a Covidnak. Ezért ez a kérdés a működőképesség szempontjából nem jogos. Ráadásul pont ön teszi fel ezt a kérdést, aki a kormánypártnak a képviselője, miközben annál rosszabb, mint hogy valaki azért, mert oltatlan,
azért teljes mértékben kiesik egy rendszerből, lásd rendvédelem, lásd oktatás, lásd egészségügy, annál nagyobb működőképességi kárt nem lehet okozni. Egy oltatlan nem lenne az év 365 napján beteg. Lehet, hogy beteg lenne valamennyin, de az, hogy a 365 napból nullát dolgozhat, mert kirúgták, ennél kevesebbet nem tud dolgozni egy oltatlan, tehát ennél nagyobb kárt nem lehet okozni a működőképesség szempontjából az államba, mint hogy kirúgják azokat, akik oltatlanok. Nagyon röviden csak Bartók úrnak válaszolni, bár nem engem szólított meg. Tehát egyrészt én azt hittem, hogy világos voltam ebben a helyzetben, oltások tekintetében a kormány egy dolgot tehetne a kötelezés helyett, bizalmat épít. Nem kötelező oltakozást ír elő, mondom, az egészségügyi szektornak a megítélése alkotmányosan is némileg más, mint bármilyen más szektornak, hanem alapvetően világosan és egyértelműen kommunikál abban a tekintetben, hogy mik az arányok a kórházakban és a lélegeztetőgépeken oltottak, oltatlanok között, illetve az oltottak milyen vakcinával oltottak, akik kórházi ellátásra szorulnak sajnos. Tehát ezzel a bizalmat növelni, és egy kártalanítási kötelezettséget vállalna az esetleges mellékhatások esetére, ezzel is a bizalmat növelhetni, és az oltakozási kedvet növelhetni a kormány. A másik, ha már munkahelyteremtés, és hogyan lehetne munkahelyeket teremteni? Nézze, pontosan akkor, amikor az embereknek a saját egészségük iránti érzékenységük megnövekszik, akkor egy kormány válaszút elé áll, hagyja azt, hogy a megnövekedett figyelem a saját egészségünkre, az ebből generált haszon és profit ugyanazoknál a cégeknél csapódjon le, akiknél a vakcina piac haszna is lecsapódik, vagy pedig azt mondja, hogy ha valaki meg akarja erősíteni az immunrendszerét, akkor talán egészséges ételeket vegyen helyi termelőktől, talán biogazdák és szintén helyi termelők fitotékáiba jusson hozzá olyan gyógynövényekhez, természetes anyagokhoz, amikkel az immunrendszerét megerősíti. A magyar kormány, az Orbán kormány erre egy világos választ adott, a helyi termelők helyett a Big Pharma oldalára állt. A magyar válságkezelés nem azt támogatta, hogy az egészségünk iránt megnövekedett figyelem 2020 tavaszától a hasznot a helyi gazdáknál, helyi termelőknél, biogazdálkodóknál keletkezzen, hanem azt támogatta, hogyha az emberek jobban aggódnak az egészségük iránt, akkor ne csak a vakcina jöjjön a Big Pharmától, hanem még a D-vitamint is ezektől a cégektől szerezzék be. Az Orbán kormány ebben a tekintetben sajnos szintvallott. Most már az időnk igazából lassan lejárt, úgyhogy az utolsó kérdésem az egészségügyi szakértőnkhoz szólna. Ugye amikor elkezdődött ez az egész, akkor volt szó nyári immunitásról, utána a második, harmadik oltásról új variánsok jönnek. Mikor lesz vége az egésznek, vagy készüljünk fel lelkileg arra, hogy ez így fog menni tovább? Ez egy nagyon jó kérdés. Most én erre kategórikus választ adnék, akkor azért nem szolgálnék rá arra a megtisztelő címre, amit itt az előbb rám akasztott. Nem, itt ez valószínűleg az evolúciónak egy sajátos terméke, hogy ebbe teljesen természetes evolúciós jelenségek voltak, csak vagy valami rásegítés is volt, azt, ahogy mondom, még a kiküldött szakértőbizottság se tudta eldönteni. Nyilván van a biológiának, meg vannak a törvényei, ahogy egy néhány milliárd év óta eljutottunk idáig, hogy most itt ülünk és ilyesmikről tudunk spekulálni, meg beszélgetni, de azért ez nincsen kőbevésve, hogy az emberiség ebbe a formájába vég nélkül életbe tud maradni. Tehát azért rengeteg olyan energiafajta létezik, fizikai, kémiai, biológiai, ami jelenlegi ismereteink szerint is bőven elegendő az emberi életnek a egyszer mindenkorra történő kipusztítására. Tehát nyilvánvalóan nem kell ilyen vészharangokat kongatnunk, de ezekkel előbb-utóbb remélhetőleg megtanul az emberiség vagy az emberi szervezet együtt élni, és valamilyen módon egyensúlyba kerül vele. Ez még rengeteg szenvedéssel, rengeteg áldozattal, rengeteg halálesettel fog járni, de hát ez ugyanígy volt az egész evolúció során. Jelenleg egy fölpörgetett információs társadalomba, amit mi most beszéltünk, vagy beszélgettünk, az lehet egy negyed óra múlva földgolyónak a túlsó felén is már vitákat fog kiváltani. Tehát ez az, ami inkább egy nagyon sajátossá teszi a dolgot, plusz azok a rárakódások. Itt nem érintettük, de például Mi Hazánk mozgalmat én például megkérdezném, hogy a határon túli magyaroknak a környező népességhöz képest alacsonyabb oltakozási szándéka az zavarja-e önöket,
Mert ez egyértelmű például, hogy a székelyföldi mentalitásban az van benne, hogy kevésbé bíznak az ő saját környezetükbe. Na most ott viszont, ha ez a fajta túlélési lehetőség romlik, az még adott esetben én azt hiszem, hogy egész nemzetstratégiai szempontból is kérdéseket vett föl. Én bajnoksági vagyok, szerintem ezt meg kamerák mögött akkor meg tudjuk beszélni. Rendben van, csak ezt mondom, hogy ilyen aspektusa is előjöhetnek, hogy a kisebbségek számára az oltás vagy az oltakozás az esetleg egy túlélési stratégiának is tekinthető. Hát akkor köszönöm szépen minden vendégnek, hogy eljött hozzánk. Köszönjük szépen. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, remélem hasznosnak találták, és jó egészséget és kellemes ünnepeket kívánok. Tartsanak velünk legközelebb is!